Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. Az ám, 6 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri! Hello! Sziasztok! Hello Jani! Hello! Drága hallgatóink, itt vagyunk újra, egy csodás kedden, kicsit beborult az ég, és locsoltam ma reggel, ezért mérges vagyok magamra, mert hogy pillanatok... Köszönjük, szóljál, létsz ilyenkor, mert akkor tényleg nem locsol senki az országban, hiszen sem értem. Igen, leszakadt az ég, legalábbis itt Pesten, nem tudjuk, hogy országszerte milyen idő van, nyugodtan küldjetek, hol milyen idő, hány fog, ki mire ébredt. Itt olyan kis borongós, esős, de mondták is egyébként, hogy valami hidegfront jön, gyerekek. Nagyon jó megosztó az ország, már nem úgy, ugye? Ja. Nem arra gondoltam, lesz 30 fok is, meg 15. 30 és 15, igen, ez a nyugat már hidegfront, kelet még 30, ezt olvastam ma reggel így gyorsan átfutva az internetet. Úgyhogy igen, és aztán holnapra valami brutál északi szél, és hiszen keveset fújt az elmúlt másfél hétben. És holnap tudtam volna sportolni végre egyet, így a szabad napomon, erre valami hihetetlen északi szél megerősít. Holnapra valami Barmageddon dolgozik. Vagy vitorlás. Egyébként igen. Mindenki tudja, hogy az én app-eim azok nem annyira napra készek, de én azt láttam, hogy holnap azért már szakadozik. Igen? Na, igen, hát mára mondanak esőt országszerte, holnap már csak így elszórtan, aztán jön a jó idő, legalábbis 2-3. Nem is esőt mondott, szelet mondott. Mondjuk ebben valami ilyen megerősödő északi szél, ami ugye nem jó nekem a szabadtéri sportán, de nem baj, meglátjuk holnap, most egyelőre még ne. Rohanjunk ennyire előre. Vagy sárkányeregetés, ez a másik. Az jó. Ami sportéli, nagyon igen, jó. Csak ki kell kötni a gyereket. Én most vettem. Egy bizonyos csomó fele. 1200 forintért egy kínai sárkány. Jó az. Ilyen négyszög alakú, képzeljétek, nem ez a hagyományos. Hát ez 2-3 szög csak. De nem ilyen valami ilyen térbeli modell, biztos el lehet ezt mondani. Mi a dolog? Parallelogramma. Azaz. Oh. De abból kettő legalább. Parallelepipedon. Úgy megy, mint az állat. És a gyereket oda kell szögezni valahova, mert szerintem fölvinni a somát. Úgyhogy nagyon jó, vagy tényleg nyomjál azt. Én vettem a gyereknek, csak nagyon könnyen eltörnek, és a gyerek kiszaladt a kertbe szélcsönbe, futott 4 kört a kertbe, a sárkány eltört, összetekeredett a damil, és azóta a kertben van egy kis házikó, amit egyáltalán nem használ, de majd a kicsinek jó lesz, ott van bedobva a sárkány. Jó, hogy összkár, hogy pont akkor feküdtél, amikor én sárkányozni mentem, mert 3 óra ide vagyok kötve a tujához, rám tekeredett a zsinórja. Igen, de ezeknek azért már van húzásuk, ezek nagyon komoly szerkezetek. Jó, jól mennek, csak meg kell tanulni jól eregetni, meg jó szélben lehet. Tehát az holnap azt lehet csapatni, keményen. A másik, ami nagyon jó, ezek a kis, hogy hívják őket, drónok. Képzeljétek el, hogy valamelyik nap bogaráztam a kertben, és kapirkáltam ki a már ilyen elhalt ágakat, meg lehullott leveleket, és mit találtam? Egy drónt. Egy drónt bent a kertünkben. De valaki berepült a kertbe. Valaki megvásárolta, és nem volt valószínűleg túlságosan rutinos, úgyhogy eleresztett. Tehát egy olyan 100-150 méterig a típusoktól függően ezeket azért lehet irányítani, de nem baj, hogyha látja az ember, hogy merre fele száll, mert onnantól ez a fogalma nincsen nyilván, hogy vitorlázod össze magadhoz, illetve nem, ezek nem vitorlázok, hanem 4 motoros ilyen kis történetek, és... megtaláltam, és akkor a régi tulajnak telefonáltunk, hogy megtaláltuk a drónt, biztos, hogy hiányolja már a gyerek, és mondta, hogy nem a miénk. Szomszédból jött át. Mondom, nézzük már meg egy kicsit jobban ezt a drónt. Én nem értek nagyon a dologhoz se, de hogy tudomásom szerint ebben szokott lenni általában egy kis, mit tudom, mikroszín, vagy ilyesmi, amire rögzíthetnek. És láttam, hogy van rajta a kamera. Mit ad Isten? Benne is volt a kis színkártyáska, így van, természetesen kivettem, laptopba be, nézzük meg. És hát van rajta valami felmérő vetköztek rajta, tudod, hogy végigrepülte lőrincet, minden ablakba benézett, mint az Airwolfnál, tudod, amikor leselkednek a helikopterrel, és nézik a vetköző nőt, és mit láttál? A Móni zuhanyzott rá. Hát én mondom, hogy az meg is. Mondjuk meglepődtem volna rajta, igen. Brutál zuhanyzás, Móni nagyon vetkőzik. De hát ez Móni. Viszont ez meg nem én vagyok. Nem. A legdurább az Móni. A legdurább az lett volna, nem Móni zuhanyzik, hanem te. És csak rólad felvétele. És kiderülne, hogy valami tudod, valami brutál meleg szomszéd csak téged figyel, hogy zuhanyzol, hogy kimész, hogy futsz, repül utána, hogy alszol, berepül az ágyadat. És rajta a vágott változat is.
és nincs meg a szappan, és nem találom, és keresem, és keresem, ez és megint lesik. Hol van az a szappan? Figyeljetek, az a következő felvétel volt rajta, egy nagyon szép, nagyon jól ápolt kis kertecskét láttam rajta, és hát ugye a kamera mozgásból nem volt nehéz kikövetkeztetni, hogy nem túl rutinos az élet. Viszonylag nehéz még neki a felszállás a kis szerkezettel, felszáll, visszaesik, felszáll, visszaesik, felszáll, visszaesik, és aztán megunta a dolgot, mert valószínűleg szerette volna magát így viszont látni a felvételen, ezért megfordította, és úgy. És magát fölvette? És rajta is van az illető. Egy 6 éves kisfiú egy bojtos sapkával. Nem, egy 40 éves nagyfiú. Nem, képzeljétek el, a Fási Ádám van rajta a régi hajában. Természetesen nem. Nem ismertem fel az úriembert, de mondom, megvan tökéletesen, hogy ki lehetett. Hát most körbe akarunk majd nézni, mert be tudtam azonosítani a tetőt, mert tető magasságig felemelkedett, ott vége van a felvételnek, és látom, hogy milyen a tető, és ugye a Google Earth-en azért utána lehet nézni annak, hogy a környékünkön hol található egy ilyen típusú tetővel rendelkező ház, és majd valamelyik nap szerintem visszafogunk, hogyha megtalálom, akkor visszavisszük, becsöngetünk, és akkor visszaadjuk neki olyan, tényleg 15-20 ezer forint egy ilyen kis szerkezet, úgyhogy biztos örülni fog. De gyerekek, ez milyen durva, hogy régen kiírtad, hogy keresem a macskámat, keresem a kutyámat, most pedig látod majd fákra kiagasztva, hogy telefonszám, nézzél, elrepült drónomat keresem, a becsületes megtalálom. Keresi magányos szomorú gazdáját, az a becsületes megtaláló készpénz díjban részesülően, de hogy ez mennyire durva világ már, nem? Hogy elhagytam a drónomat, nem láttad, és már bárki repülhet ilyen drónnal, tényleg 10-20 ezerért veszel egy ilyen kis cuccot, hát a komolyabb nyilván drágább, vannak, nagyon durva. Vannak, utána néztem a sztorinak, és azért nagyon komolyakat lehet már látni, megmondom őszintén, én is egy picit kedvet kaptam a dologhoz, mert azért van egy hangulata a történetnek. Legyél hát, szemtelen. Mindenki emlékszik a Kék villám című. Legyél szemtelen, adjál föl te hirdetést, hogy találtam egy drónt, keresem az irányítóját. Igen, mikroszim sajnos nem volt benne. A mikroszim már nem volt. Sajnos ez nem volt. Keresem benne a távirányítóját. Igen. Hát, mi van, látsz rajta egy gyilkosságot, vagy valamit? Az milyen durva, nem? Valami, egy leleplezel ott hirtelen. Belenagyít a szépen, kocsit törnek föl, és kiderül, hogy a kis csávó, a kis 10 éves csávó, ami nagy megfigyelő volt, és figyelte ott a környéket, nem? És mindent fölvett a kis drónjára. Te meg megtalálod a bizonyítékot. Hát, vagy egy aggódó apának a felvételét, aki ezzel, az a napon ment át a kislányához, aki nagylány lett közben, a barátja, és fönn vannak a tetőtérbe, tudod. Te meg az... Tudod, hogy megnézze, hogy mi történik fent, hogy csekkolja a lányt, hogy nem. Mert a fiú azt mondta, hogy nem, természetesen nem semmi, nem, csak beszélgetünk a egri csillagokról, illetve a kőszívember fiairól. Igen, és lehet csillagokat. Úgyhogy érdekes, izgalmas dolog. Most akarják őket szabályozni, azt hiszem, talán Angliában, mert már berepülnek ilyen légifolyosókba, meg zavarják a leszállást, a felszállást, elég komoly problémát fog okozni állítólag pár év múlva, hogy már bárkinek lehet drónja. És most akarják mondani, hogy hol repülhet, milyen magas a repülhető, mi a maximum magasság, tehát valahogy dolgoznak a szabályozáson. Igen. Mert hogy mindenki össze-vissza repked már drónokkal. Meg azért az elég meleg. Egyébként, hogyha te most csinálsz valamit, és ott a fejed fölött 5 méter lőtt, ezt a hangot hallott. Ja, Velencén is forgatott vele valaki egy ilyen mitén kis filmecskét, és ott filmecskét, stirolta a fürdőzőket biztos. Igen, akkor azt lehet, hogy az is film. Kidobta magát a Korda villába biztos. Lehet, Klárika forgatott. Vagy Klárika figyelte a fiatal fürdőzőket, ahogy végbordoznak a végbordpályán a fiatal zsarúzatban. Verde a kampos botta, de hogy tényleg, most gondold el, hogy az elég komoly személyiségi jogokat lehet vele sérteni. Hát hogyne? Hát is nekem ez is a tervem. Csak legyen valami helyesen napozó kis szomszédasszony, akiért érdemes felszállni. Ja, Istenem, nem mondom. Hát csak mindig arra kell egyébként figyelni, hogy te legyél az, aki kiveszed a mikroszímet belőle. Hát ne kapja meg más, mert igen. Tudod. Na, ma mit sikerült okozni? Jaj, csak hatalmas fákat, bokrokat fölülről, csodálatos gyepek. Ó, gyepek, háztetők, semmi extra anya. Ha föléd berepül egy ilyen, leverheted? Persze. Szerintem, ha ügyes vagy, igen. De nem, hogy... Persze, hát az a telék. Berepül a te telkedre, ott van 2 méterre fölötted, te mondjuk nyírnád a kis füvedet, vagy a kerítést fested, és ott van, és már rohadtul idegesít. Az a tiéd, te azt megérted, ahogy na, édesapám mondta annak idején, a föld magjáig itt ez a telek az enyém. És mekkora tévedett. És a stratoszféra. A föld magjáig tévedett. Hát figyelj, azt mondta, hogy érted, hogy megvettük. Az, ami ilyenkor onnantól kezdve. 6 méterig, azt hiszem. Igen, és a bányászati jog is.
6 méter is? Szerintem 6 méter is, nem? Tegnap volt a délután a Kossuthon egy ilyen bányászati jogokról, hogy Amerikában milyen jó, mert ha földtulajdonos vagy, és van alatta kincs, akkor az a tiéd. És mondta a szakértő, hogy nagyon jó, nálunk ez nem így van, mert valami gázkinyerésről beszélgettek az okos emberek, és ott egy ilyen betelefonál mondta, hogy szerintem áll van a kertben, amit nem tudom, hogy állapított meg, hogy mit én metán van a kertben, de hogy ő azt nem termelheti ki. Vagy például, ha bármilyen ásványi anyag van, az nem a tiéd, az az állam. Az az állami. Persze, minden, amit a földben találsz, az az állami. Na, Amerikában viszont a polgári. Az így van, teljesen más a szabályozás. Tehát itt Magyarországon mondjuk igen, mi nem az állami. Tehát mert fura lett volna, odaadják, de... Egyrészt ez, igen, innentől kezdve már tényleg csak elvi a felvetés, de igen. Azért megnéztem volna, hogy érvényesíti a bányászati jogait az állam, akkor, hogyha apám mondjuk palántázás közben talál valami kis olajat a kertbe, vagy ilyesmi. Igen, az menő lenne, ha leásnál a kertedbe és találnál olajat egyébként, de azt is be kell szolgáltatnod. Szóval, na, nem a tiéd, sajnos. Tehát leásol, brutál, ásol egy furt kutat magadnak, feltör az olaja 30 méter mélyről, és így jön föl, és hát nem tud. Így van, még megtalálod Attila 3-as koporsóját, vagy valami avarkori, hogy hívják, a temetőd. És akkor itt két hetente kiásol belőle néhány arany tarsolylemezt, vagy valami. Fekete piac. De most őszintén bejelentenéd? Vagy szólnál? Nem, dehogy szólnék. Hát elvinném valami... Hova megy? Hova mész? Hát valamilyen öngyújtó töltő esernyős, ószeres... Azok meg tudják az értékesítését? Igen. Van egy rossz hírem. Értékbecsű zacsis, és akkor beadnám 3000 forintot. Nem? Igen. Van egy rossz hírem, nem vörös rész. Sebestyén úr. Ez valami jó. Hát egyébként be kell adnom. Tehát egyébként be kéne szolgáltatni. És ha akkor ásott kutad van, és a víz, akkor az állami? Hát a víz nem. Bárki nyerni nem tudod. Tehát palackozni már azt sem tudod. De nem, palackozni hogy ne tudnád, dehogy nem. Hát egy csomó kút van magánkézben, dehogy nem. Például Szent Királyi, hát ott a Balogh Leventének az édesapja volt nagy hozzáértő, geodéta, vagy nem tudom, azt itt kell fúrni. Azt mondta az öreg, kiingázta, itt kell fúrni. Eljöttek, a öreg mondta, ott fúrjunk. A Szent Király tulajdonosának az édesapja, ott fúrunk. Fúrtak, igaza lett. Milliárdos vállalkozás épült rá, és így lett a Szent Király. Istenem, zseri vizet találtunk, csak aztán jött a vízművek, hogy és pici nyomáscsökken is vannak. 80-as főnyomócső. Megfúrtak egy főnyomócső, hogy lenyegsz, és beragasztani valamivel, mert igen, nem tudjuk vízzel ellátni kecskemétet. Nem, és ott például mondták, hogy akkor itt fúrunk. Aha. És fúrtak, és hát az a magánterület volt, és akkor ráhúztak egy palackozőüzemet, és tulajdonképpen a Szent Király elindult világhódító útjára. Most, hogy gyémánt az állami a földbe, akkor a víz az miért? Gyémánt? Mondj, a szén, a kőolaj, a tök mindegy. Akkor már találjunk mindent. De az ásványi kincs az állami, akkor a víz nem. Ez egy érdekes dolog, ilyen, hogyha te kitermeled abba, te áldozol arra, te felhúzol egy palackozó üzeme, akkor lehet, hogy úgy, de egyébként az állami. Gyerekek, nem fogunk semmit találni a földet. Tehát igazából rohadtul is, hogy kiéme, hogy én nem ásom fel a kertet, te se nagyon ásod fel a verencei üzékert. Te sem ásod fel, hogy itt találok a vizet, ott meg mellett fél méterrel, meg széndioxidot, azt megvan a bubis víz, nem? Bizony, úgyhogy tök mindegyben nem találunk. Nem találunk semmit. Szomorú hírem van, gyerekek. Na, fogadjunk, hogy a kiskutyáról van szó, Soma új barátjáról, vagy régi barátjáról. Volt barátja. Nem jutottunk el odáig. Mi megtaláltátok a cetit, hogy fán, hogy... Keresem. Nagy készpénzjutalommal visszaszolgáltatható. Vagy rabolt az öreg harcsa. Egyik se. Én ugye reggel eljöttem otthonról, le se jött az emeletről, mert ott bekucorgott egy sarokba, a kis Ebb, ugye csatlakozott hozzánk egy kutyus, tegnap reggel elmeséltem, és hát Soma nagyon büszkén sétáltatta egész nap, és imádta, hogy van kutyája, ugye is felvetettem, hogy mit csináljunk, mert haza nyilván nem tudjuk hozni, hiszen én fogom sétáltatni, és én nem akarok még korábban kelni, te mondtad Balázs, hogy most kell lezárni a dolgot, nem tudsz átjönni, úgyhogy tegnap délelőtt ők fölkeltek, lejöttek, Soma büszkén körbesétáltatta a parkban, a kutya meglátott egy nagyobb turista csoportot, akiknél volt szendvics, nem tudom érted a hívó szót, akiket reggeliztek, így ránézett a Somára, mondta, hogy cső, és már el is ment velük. A gyerek ott állt, tilos átmenni a hídon, ugye, apa anya megmondta, tilos kimenni a sorompón, ott állt egy zokogott szerencsétlen gyerek, hogy nyilván nem fogja otthagyni a területet. Hát meg a prostituáltságnak ez a foka azért megdöbbentette a gyereket, nem?
Ennyi a barátságunk? Egy szendvicsért oda dobsz. És ott állt szegény, ti voltatok nálunk ott a házunk, mert még 50 métert lehet elmenni, ami ilyen hivatalos terület a gyerekeknek. Ott van egy kis híd, azon túl nem lehet menni. Ott állt a híd mellett, és egy néni jött oda hozzá szegényhez, mert zokogott a gyerek, és ami nyilván megkérdezte, hogy mi van, és akkor a Somó mondta, a kutyám, a kutyám. A néni elkezdte keresni, hogy hol van a gyerek kutyája. Miután az anya megjelent, és elmondta, hogy hát tulajdonképpen nem a mi kutyánk. Úgyhogy egy csalfa szemétdög volt ez a palota, pincs, elhagyott bennünket. A rohadék, egy turista csoport. Igen, egy turista szalámiért. Egy Joker szendvicsér. És elment velük. Ribant. Ugye? Az. Egy rohadt ribant. Egy kutyaprosti. Egy kutyaprosti. És miért lett, ha néni visszajött volna egy ilyen picit véres törött esernyővel és a kutyával, tudod? Igen. És visszaszereztem neked, kisfiú, tessék itt a kiskutyát. Alig akarták odaadni a rohadékok. Igen, hívett hátul az és alapon fekszik egy csáv, hogy kiáll az esernyő az anyából. Igen, azt hazudták, hogy az övék már 15 éve. Egy szendvics. Nem baj, jó, ez egy lelki trauma, után ez jobb, hogy megoldódott. Mutatom, hogy én mit csináltam. Yes. Nagyobb lelki trauma lett volna egy hónap múlva, vagy két hónap múlva. És még este is sírt szegény, hogy az ő barátja elment. De aztán megvigasztaltad 4,5 kg frissen sült marha felsállal. Van, és annak örült is, hogy gyerek, de ettől a kutya miatt még sírt. Másfél kiló rosszájbnivel, egy fél liter ketchup-el, és ketchup-et nem eszünk. Igen, töröld meg a szádat, mert még ott van a túrótorta is megszegetlenül. Na, ne sírj. A bánatra a legjobb gyógyíra. Vagy egyé, vagy így áll. Na, levegőt is vegyél meg, egyé is, mert zörögnek a csontjai. Na jó, van, de akkor megoldódott. Megoldódott, úgyhogy nincs kutyánk. Na, az jó. Én is azt gondolom, hogy ez a legjobb, ami történhetett. Hosszú távon ez jó. Na, és sporttal mi a helyzet? Futsz? Futsz. Ma megint előjött ez a futás? Ne, így megnéztem. Minek? Hogy egy perceket érted, hát azért ezt nem kell túlzni. Egy perceket? Egy perceket. De sok egy perc egymás után, sok, nem? Egyet futsz, egyet pihensz. Az, nem lehet van. Úgy. Jó, nem, mert nem csak lehet. Mondani akartam, hogy ha ugye elkezdted jót, nem vagy annyira veszélyben, mégis Velencei tóról van szó, de hát ott is azért a horgászok picit agilisebben, nem tudom, megvan-e a sztorit a Csepeli Dunága kapcsán. Lezárták a fiúkat. Volt a hétvégén ugye egy futó, illetve egy, bocsánat, nem futóverseny, a futók is járnak arra, de nem, ez egy horgászverseny volt, és a horgászok lezárták ott azt a szakaszt, elül is, hátul is, és hát egy futóhölgy volt olyan bátor, hogy ezt nem vette figyelembe, befutott, és ahogy ott kerülgette az autókat, meg az állványokat, amiken a botok voltak, véletlenül az egyiket felborította. Abban a pillanatban odalépett egy úriember, felpattant, pif! Horgászbottal fejbevágta. A csajt. Fejbevágta, és aztán természetesen még kapta ugye a verbális atakot is elég rendesen, és akkor visszafelé futott, mert hogy nem ez volt egyébként a sztorinak a kicsúcsosodás, amikor visszafelé futott, mi történt? Valaki előkapta a csodafegyvert, úgy tudni, hogy szintén ugyanaz a horgász ember, aki fejbe vágta a bottal, és a végső érvként bevillantotta a P5-t. Elővette a farkát. Előbizony. És hogy nem is meglóbálta, vagy mi? Meglóbálta. Úgy, mert látta, hogy visszafelé jön a hölgy. Látta, hogy ezt a nőt ezt nem lehet elrettenteni ilyen szimpla kis fejbeverésekkel, meg fenyegetőzésekkel, meg kányázásokkal, ezért letolta a gatyáját, és elővette a hatalmas parancsnoki oldalfegyverét, nem olyan hatalmas, ezt onnan tudom, hogy fotó is készült róla. Nem mondod, valaki lefotózta. Fotó is készült róla, hát a hölgy. Csaj, a hölgy elővette a telefonját, ugye rögzítette a tényállást, és utána pedig még az úriemberről is készítette egy felvételt, nagyon mutatós, áll egy hatalmas, tényleg egy ilyen, hát... Egy jó horgásztest. Igen, egy ilyen jól táplált horgásztestű úriember az út közepén, kicsit letolva a nadrág, és ott figyel. És mit mondod? Ott figyel a kis bojli. Nem, mondjuk végsőért. A kis neci befigyeltek. A hölgy egyébként feljelentést is tett az ügyben, és már megnyilvánult egyébként a Csepeli alpolgármester, és aki jelezte, hogy ezért az a szakasz, meg ugye a Dunapart azért mindenki, nem csak a horgászok, hanem a futókérdő sétálók is, meg igen, hogy igen, mit nem csak elkérte a fotót, hogy ők is röhögessenek. Figyelj, nagyon drága a horgász cucc. Egyébként, hogyha egy jó minőségű horgászfelszerelést összetesz, hát ne futkorászon ott akárki. Hát meg lehet büntetve csúnyán. Ez hogy jut eszedbe? Hallod? Hogy jut eszedbe? Tehát miért nem fél el az a szegény asszony, aki ott fut az egészségéért a parton, hát Isten véletlenül belerugod, de visszafelé megvárod. Igen. Már látod, hogy jön, és akkor készülsz. Igen, mit csinálják? Hozzávágja a tubifexes doboz, nem az, nem. A horgászbot a fejű, nem az, már megvolt. Drága. Igen, elküldtem a jó anyjába, és akkor mi legyen? Hát akkor basszos, van itt valami, amitől még az asszony is megriadott.
Döbbenet egyébként. Hát figyeljetek. Érdemes rákeresni a képre. És a néni odaadta az újságnak? Nem, föltette a Facebookra. Föltette a Facebookra. Na jó, van, nézzük, mit írnak a hallgatók. Azt mondja, hogy vízkészlet járulékot kell fizetni a kitermelt vízmennyiség után az államnak. Visszatérve még erre egy picit. Tehát egy bizonyos mennyiség után csengetni kell állambácsinak, tehát az is ugyanúgy számít. Még egyszer úgy elverlek titeket, mint Szódás a lovát, még úgyis, hogy éjfélig fent voltam, mert köhögött a férjem, négykor meg már tükörtojást ütöttem a rokonságnak, akik már félúton vannak, Nyíregyházára, hoppá, Kazi, küldte ezt nekünk. Fő az önbizalom, így van, talán 100 méterről vízorát kell rakni a furt kútra, és bányadíjat kell fizetni, igen, köszönjük szépen, ezt többen elküldték nekünk. M3-as bevezető abszolút jól halad, ezt Attila üzeni, aztán azt nézem, hogy mi van még. Ungvár és Munkás között az út kiváló, üzente nekünk Zsé, és Jani, a drónok harcából került oda a drón. Úgyhogy vigyázzál. Igen. Balázs, a locsolásban éppen elég szabad napod előtt itt a vereség, ne félj, öreg, nem fog fájni, téged öröm lesz, igen, nemmel megalázni, kaptuk ezt is rímben. Nagyon jó, köszönjük szépen. Szerencs 17 fok, és Borusz és Székesfehérvár 16 fok. Köszi szépen. Köszönjük ezeket az információkat. Na, 1 óra vezetek a hallgatók, gyerekek, csak mondom. Istenem, már nem tudom most, hogy volt mennyire kéne izguljunk 19 nyert hét után. Semennyire. De ha valaki játszana velünk, nyugodtan írjon SMS-t. Jó, lehet arcoskodni, mi meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a hírek után. 3:47 múlt, pontosan 3 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Na nézzük, itt már esik az eső, néztem ki. Nem á. Szemerkél, de bizony, baj van. Baj van, nagy baj van. Mi volt ez a dal? Baj van, nagy baj van. Van volt valami ilyen dal? Dehogy nem, de ezt várjál, ezt honnan ismered? Nem tudom. Ez egy ezer éves tankcsapda. Igen. Na, megnézzük, hogy ki a játékosunk, mert ma reggel valamiért arra ébredtünk, hogy nagyon sokan akarnak bennünket megverni, megalázni, szomorodjunk bele a reggelbe, meg hát elkapnak bennünket. Nem. Mi lesz velünk? Mert tegnap nyertek egyet, és fölbátorodtak. Nagy felbátorodás van, igen. Úgyhogy megnézzük, hogy kivel játszunk ma. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló. Szervusztok. Hello, kívánj. Szia. Jonathan vagyok. Hogy? Nem lehetsz. Nincs Jonathan. Csak de a mesékben. Dehogy nem. Tényleg van, gimnazista vagyok, ma megyek szóbel érettségizni informatikából, úgyhogy nagyon jó, hogy Anna végül is engem választott, ennek nagyon örülök. Hát, mi is? Egy pillanat, csak van egy kis kicsit felforgás. Kicsit rosszul van, de mindjárt jobban lesz. Cicaszörök. Levegőt, szájból szájba. Ez a neved, hogy Jonathan? Így van. Szegény. Milyen szegény? Szerintem nagyon szép néz. Hány éves vagy? 19. Ja, akkor megértem, volt időd megszokni. Milyen Jonathan ez vagy? Ez nagyon kedves volt, mondhatom. Bacsik. Milyen Jonathan? Bacsik Jonathan. Aha. És mi a Beci neved vagy? Hogy beciznek? Hát Johnny vagy Jani vagy... Hát vagy Johnny. A... Igazából ez a kettő. Jani? Nagyjából. Joni. Ja, Joni. Joni. Nem Jani. Ja, Joni. Na jól van. Oké, okay, kivel szeretnél játszani? Hát a Ferivel. Nagyon jó választás, Joni. Ferivel. Jó. Oké, okay, indítjuk az órát, jó? Mehetünk? Persze. Akkor, Jani. 3-2-1 feljön. Szüleidet kérdezted, hogy miért pont Jonathan? Hogy jutott eszükbe? Úgy van. Igazából nézték az utónévkönyvet, és ez a név tetszett meg nekik. Véletlenül így nyílt ki, ugye? Azt azért kétlen. De azt mondták, hogy ez a jelentés egy Isten ajándéka, és mivel váltak rám 3 évet, így hát... Érthető. Ez ugye? Lett a nevem. Informatika, azt mondtad. Ebből mondod. Ebből vizsgázol. Írásbeli. Dehogy, szóbeli. Szóval az írásbelik már megvoltak. A Windows formatálom a DOS alá, az jó mondat? Hú, helytelen. Helytelen.
Erre átmennél érettségén? Akarsz kérdezni? Velem akartál játszani, Jonatán? Kérdezek. Hánykor kell téma? 4:30. És te? Én 5-kor. Akkor korábban keltem én, ugye? Egy kicsivel. Uh-huh. Amúgy én olyan 7-8 óra körül szoktam most már, hogy szünet van. Lendületes egy játék volt. Lendületes volt. Igen, de mindenki megtett mindent, vagy hát legalábbis próbáltátok. Ütöttük, vertük egymást, de nem sem. De megvan Jonatánnak a pont. Igen, megvan az ajándékcsomag, az ajándékcsomag is ezzel együtt. Köszönöm, ez nagyon jól esett most. Nagyon szívesen, Jonatán. Jonatán. Megcsináltad, ügyes, hogy nem mondtad ki a tiltott szavakat. Hát kicsit gondolkozom kellett, mert már régen játszottam, de nagyon jó lett. Köszönöm. Köszi a játékot, ciao. Sziasztok. Hello, hajrá az érettségén, szevasz. Na, legalább így megy be. Tök jó passzolra egyébként a Kaláka zenekar, a Pelikán című számának az első sora, a mi játékosnak, és a Jonatán a kapitány 20 évesen volt talán. Az a játékosukról. Játékosukról és ugye, vagy nem? Ritka azért, hogy egy fiút Jonatánnak hívjanak. Mindig ezek Kaláka szám jut az eszembe róla. Ugye, hogy így mindig. Ritka név. Na, egyébként ne használják, hogy a tangon, nem tangcsapda, hanem a Republik, nem? Nem. De, hogy is, baj van. Tőlem punk and roll albumom van rajta. Nem, ez tangcsapda. Higgyétek el. Igen? És ilyen Republik szám nincs, hogy baj van? Ja, van. Lehet, hogy van, de az biztos, hogy van egy Baj van című demója a tangcsapda zenekarnak. Higgyétek el nekem. Az is biztos, igen. 82-es út Palonhalmi leágazónál kontroll kocsi áll, ezt Tibi küldte nekünk, köszönjük szépen, valamint Érsek Vatker belterületén a Budapest irányában közlekedők sebességét mérik a rend éber őrei, ezt is Zsolti írta nekünk, köszönjük szépen. Valamint az M1-esen Hegyeshalom felé a Molkút után kamion az árokban, és emiatt félpályás lezárás is van, ezt Gábor küldte nekünk. A tankcsapdának ez is a címe, hogy baj van. A baj van baj, az pedig, ha idézed, akkor valóban van egy ilyen Republik dal is, amiben ez benne van, most gyorsan utána néztem, de van ilyen tankcsapda dal. De az érettségig még nem mentek le, hogy még Jonatán meg mindig érettségizik? Hát, milyen hosszú érettségik ezek most már, nem? Szóbelik vannak, vagy mi vannak? Ez szóbeli. A szóbeli. Hát vagy egy csúnya tréfának esett áldozatú. Csak benéz. Nagy őt behívták még? És bezárt az iskola, és már semmi is, de Jonatán még, igen. Még vizsgáztatják. Azt írjátok, hogy Feri kimondta, én nem hallottam, visszahallgatjuk. De meg mindegy is, mert az ajándékcsomag az övé, pont a hallgatóké, de meghallgathatjuk, hogy kimondta meg. Visszahallgatjuk. Na, ott van az időjárás, gyerekek. Lajosunk éppen időjárás mond. Szombatra már 27-28 fok. És vasárnapra szakadó eső, király. Kis viharocska, és péntek 27. Tehát javul, folyamatosan melegedik az idő. Szerdán még 23, vasárnap már 28. Tehát szépen lassan melegszik vissza. Melegszik vissza az időjárás. Az jó. Na, nagyon kell. Igen. Pitypang. Nem, igen. De kevés elég nekünk ma reggel. Na jó van. 5 perc van pontosan 7 óra. Ákos újra jön a legfrissebb hírekkel. Ha friss közlekedés híretek van, akkor küldjétek el nekünk, jó? Hogy mi a helyzet az utakon. És nem elfelejteni, hogy ma újra lehet nyerni a hétvégi Ferrari futamra jegyet a Hungaroringre, mert hogy Ferrari Racing van. Vagyis ugyanolyan, vagy hasonló, mint a túraautó világbajnokság. Ferrari márka kupa jön Magyarországra, ennek lesz egy nagy futama a Hungaroringen, és erre lehet jegyet nyerni. És pénteken miben fog ez kicsúcsosodni, ez a nyereményjáték? Miben? Egy játékban. Kétszemélyes VIP jegybe. Így van. Az nem tudjuk pontosan mit jelent, de gondoljuk, hogy a Ferrari egy VIP jegyel oda teszi magát. Autóztatás, kajapia, gyerekek, mászok, boxlátogatás, boxnők. Boxnők? Szatyor ajándék. Női box, igen. Egy szatyor ajándék az elég izé lenne, nem? Kapsz egy ilyen szatyor merchandisingot. Nem, miért a Ferrari szatyor? Hát egy kis baseball sapka, kis autó. Egy jó Ferrari szatyorral járni, érted? A Osamba például. Hát, nem tudom, hogy ez jó-e vagy nem. Osamba Tesco-ssal. Jó-e vagy nem. Aki néznek. Na, 4 perc van, 7 óra, jövünk Ákos hírei után. Gyerekek, erre mindig rá akarok beszélni, úgyhogy Zsűr, addig vágd a jobb kezed. Már az enyémet, most kivételesen, hogy ne nyomja gombot, de elfelejtem mindig, hogy itt mi még pörgünk. Úgyhogy arra pedig nem szabad rábeszélni. Vigyázzunk el. Jó reggelt mindenkinek, 7 óra múlt 7 perccel, és esik az eső itt Budapesten. Te már nem sokáig. Nem sokáig? Hónapig. Nem sokáig. Hónapig esik az eső, aztán jön a folyamatos melegedés. Hétvégére már jó idő. Ezt hallottuk, nem? De legalább meg kell locsolni. Hát ő túl van rajta. Na hát én ma reggel még locsoltam. A biztonság kedvéért.
Ilyenkor nem írják jó. Hát de tényleg, miért nincs valami, nem tudom, visszatérítés, vagy bármi. Hát ez kedves vízműve. Vagy valami. Ma fölöslegesen locsoltam. Kérem, lenyegszés, aki jóvá írni, azt nem tudom, fél köbmétert, vagy nem tudom mennyit, mert eső nap volt, amit nem jelentett a meteorológia, és nem tudtunk róla. Na, meghallgatta Anna, nem mondta ki, Feri, sólyom szemet, kikértük, megnéztük, nem mondta ki. Nem volt semmi, tiltott szó, úgyhogy. Mert egyébként is járt nekik a pont. Nekem annyira fáj ez az össznépi bizalmatlanság, de tényleg. Egyébként ilyenkor mindegy, hogy kimondta, de vagy nem. Ez, tehát pont ezt nem akartam mondani, hogy a pont ott van, az ajándék ott van, akkor gyakorlatilag tök mindegy. Hogy mi bukott el. És még így is megírja valaki, hogy kimondta, de hát így is odaadtuk az ajándékcsomagot, hiszen letelt az egy perc. Tehát nincs jelentősége, hogy kimondta, de vagy nem. Nem? Semmi. Ilyen ország ez, gyerekek. Egy ilyen kis vamzerkedős, feljelentgetős, mószeroló, sajnos. Állapítsuk meg. Vagy fontosak számukra a részletek. Milyen részletek? Hogy húzza ki a hallgató az egy percet? Például van olyan, hogy mit tudom, minden egyes nagy patinás sportklubnak, nyilván a kicsiknek is van egy krónikás, aki mindent leír olyan dolgokat, és amik annyira azért nem érdeklik az embereket, még a legelvakultabb rajongókat se. Kovács 2 József. 2 hetet játszott nálunk, egyszer beállították, 6 percig a pályán tartózkodott, 1 gólpasszt adott, 3-szor eladta a labdát. Na most ez érdekel téged, nem? De ezt is leírják. Igen. Mert az ördög a részletekben rejlik. Oké, tényleg így van. Na mindegy, szóval, hogy akkor most a kohányom mennyi van? 2-0 hallgatóknak még mindig hozható a hét. Akkor hánya mennyi? Hánya mennyi? Hogy adja? De hogy 2-0? Ja, mert tegnap is vesztettünk. Aha, így van. És 1-1 az 2. És mivel mind a kétszer bíboktunk, 2-0 oda. Hogy a fenébe van ez? Nem, 0-2. Mert mi az egy pályán. Mi lesz így velünk? Most mondjátok. Hát el, hát nem is tudom. Hogy a fenébe lesz így ez? Most mi lesz velem és velem? Semmi nem lesz már olyan, mint régen volt. Maximum 19-4-re változik az állás. Hát azért nagy baj nincsen. Akkor nincs se. Olyan többet, hogy te meg én? Ne. Szerintem nincsen, csak mi. Szponyveregény. Marcellus Wallace, mikor szakít. Bruce Willis-tel. És azt mondja, nincs olyan többet, hogy te meg én. Te meg én. Igen. Igen. Ez azután megmondom, van, hogy mi lesz veled és velem. Nincs van. Többet olyan, hogy te meg én. Ugye? Nagyon, hogy kiszabadulnak a kínzókamra, mondd így. Jó, a kínzókamra, igen, mert kerestem a nem annyira bántó kifejezéseket a neonáci úriemberekre, akiket nem neveznék úriembernek, akik ugye eléggé visszaéltek az ő kiszolgáltatott helyzetükkel. Főleg Marcellus Wallace kiszolgáltatott helyzetével éltek vissza, akinek ugye volt egy kis golyó a szájában, és viszonylag szörnyű dolgok történtek. Viszonylag csúnya dolgok történtek az alsó fertájában. Most már el kell mennem egy moziba, elhatároztam, ez szörnyű, hogy na, fél éve. Tessék? Na, mémé. Megmondom, mi lesz most veled és velem, elmegyünk moziba, de nem együtt, nincs olyan többet, hogy te meg én. Én hónapok óta nem voltam, és olyan hiány érzetem van, és olyan elvonási tünetem, hogy nem tudok már magam. Mi a jobb abban, hogy otthon lett, kikölcsönzöd az otthoni tékából, akarom mondani, kényelmesen a saját kanapédon, nem zörög senki, abban nem van egy hangulat, hogy azért megveszed a nachos, beülsz, nagy vásznon nézed, csak mehet megszed például, de csak tudod, egy ilyen blödli 2 óra kikapcsolódás, amely nem gondolkozol, nem kell erőlködnöd, valamilyen nagyon hülye blödli amerikai filmet akarok most megnézni, nem egy ilyen nagyon elvon, nem egy ilyen nagyon elgondolkodható, nem egy nehéz film, amire azért úgy fel kell készülni lelkileg, mint a Saul fia, csak így, most csak úgy beülni, és úgy pihenni. Nem voltam 3-4 éve moziban, az én esetemben azért ez... Ez beteg, igen, tényleg ez már. Tényleg van egy élmény, egy élmény faktora, az igazi mozi élmény, bemész, megveszed a nachoszt, lent a hiperben, aztán a kabátod alatt beviszed, nem drágább prosztók, megpróbálunk fölnőni, nem sporunk 200 forintot, nem prosztoskodunk. Nem 2-400, most mondtam. Nem ott veszük meg, a mozi büfében veszünk, nem csempészünk be, mondjuk én is egyébként egy csomó szobát csempészek kaját. De ez nem azért van, hogy az olcsóbb legyen, hanem mert felháborít, hogy egyébként 1000 forintos mozi egy áraknál nem vihetek be egyéb étel, csak amit náluk vásárolok meg. Most kikérem magamnak, hogy egyébként teljesen természetes, és azt gondolom, hogy egy hétköznapi szituáció, hogy van nálad egy dobozos üdítő, egy előre csomagolt nachosz mártogatóval, illetve egy pici jégkrém a végére. Csoki, érted? És most benn van például pont a kabátom alatt, akkor, amikor én bemegyek a moziba. Szerintem előre csomagolt nachosz mártogatóval az kicsit... Ugye, hogy rafinált? Az pronyó. És nem gyanús nekik, hogy nyáron is kabátban mész? Hát a légkondi. Nagyon érzékeny vagyok a légkondira. Nem, mert ha
Ha olyat viszel be, ami ott nem kapható, az, arról beszéltünk, hogy az, azt megérti az ember, hogy ezt beviszed a moziba. Uh-huh. Tehát mit tudom, éhes vagy, de nem engedik be, mit tudom én, a nem tudom mit, akkor te azt berakod egy szendvicset és beviszed. De ha ugyanazt viszed be, ami kapható a mozi büfében, csak azért viszed be, mert a 100 forinttal olcsóbb, és te megveszed a nagymártogatós 200 forintért, és a nagy zacskó tortillát, és azt viszed be, véleményes. Az erősen véleményes. Tehát ilyen alapon akkor vegyél sós berecet az állatkertben, mert olcsóbb, és vidd be a moziba. Nem? Mert a sós perec is van a moziban. Nem rossz. Vagy vedd meg valami pékségnél. De nem jó, mert az sikerpényel az állatkertben, ami viszont belépős. Az igaz, az állatkert belépős. Az meg valami közeli mozit kell találni, hogy nagy megszálladjon, mire ott ére. Aha, nem rossz. Egyébként ez sem rossz. Van most valami jó film a mozikban? Hát én megnéztem pénteken a Mad Max-et. Na és? Hát óriás látványfilm, de hogy még egyszer nem fogom megnézni, az biztos. Tehát, hogy csak a látványról szól, semmi másról a sztori, az szerintem totál zero. Mel Gibson a főszereplő? Na jó, és... Igen, engedd el. Nem kérdezett semmit. Nem. Nem, nem ezek a droidok, amiket keresem, tovább mehetnek, engedd el. Hadd szakértsek már hozzá. Igen, de iszonyatosan látványos az egész mozi. Milyen Charlize Theron benne, azt mondd meg. Jó. Oda teszi magát. Kopaszon is jó? Kopaszon is jó, félkézzel is jó. Félkeze is van? Félkeze van. Kacska? Igen, az egyik kacska, de mindegy, hát attól legfeljebb érted, kicsit, vagy hívják, összetettebb a probléma. Hát nincsen azzal szerintem semmi gond. És Tom Hardy az én nagy kedvenc színészem. Figyelj, Tom Hardynak... Tom Hardy zseni. Zseni, csak hogy Tom Hardyra ebben a moziban nem volt szükség. Tehát, hogy ez, én azt mondom, hogy gyakorlatilag bárki eljátszotta volna a szerepét. Tom Hardy, úgy, ahogy mondod, maximálisan aláírom, ő egy zseniális színész, de hogy itt az ő színészi kvalitásaira nem nagyon volt szükség, az is biztos. De lehet, hogy azért volt jó a Tom Hardy, mert pont ezt kérték tőle, hogy ne tűnj ki. Ja, igen, és tehát mondom, ne alázz le mindenki, ne nyomd le a stábot. Ne nyomd le Charlie-t. Nyugi, jó? Így van. De egyébként mindenképpen érdemes megnézni, mert óriási látványmozi. És milyen ez az új dínos film, nem láttátok? Ilyenekre mondjuk nem ülök be, tehát nem érdekel. Ez a Jurassic World, hát $1 milliárd tart a bevétel. Spielberg volt a producer, ami 260 milliárd forintnyi összbevétele van a filmnek. De egészen jól. Meg többen több. Nem? Egészen jól nyitott. A sztori elég blödli, tehát hogy bemész, és akkor van egy Jurassic Park, ahol kiszabadulnak az állatok. Na, ezt hát, mintha már megcsinálta volna valaki. Nagyjából ez, igen, tehát ezt mondtad, hogy 400-an megcsinálták 400 különböző képen, 400 féleképpen, de brutálisan. Köztünk nagy vívás volt, hogy melyikre üljünk be, de aztán kettő az egy ellen. A két agymosás közül. Igen, azt mondtuk, hogy inkább majd a mesefilmeket majd otthon letöltve délután, vasárnap, ha esik az eső a gyerekkel. De nézzek, hát az amerikaiaknak ez kell. Hát most imádják. $1 milliárd hozott a film. Hát az valami elképesztő. Elképesztő. Nekem az első, ez nagyon tetszett, azt nagyon szerettem. A klasszik, a Jurassic Park a legelső? Igen, az jó volt. Az jó volt. Az rendben volt. Na, ha valaki látott valami jót moziba, akkor küldje már el, jó, hogy miről fogok lemaradni itt a következő egy hónapban. Esélytelen lesz, hogy eljussak. Budapest Kerepesi út kifelé Őrs után van egy trafi. Nézd meg Balázs a Kém című filmet. Könnyed. Azt nem tudom. Azt mondják egyébként, nagyon szórakoztató. Jó? Vicces film, igen. Ja, az a paródia? Műfaj paródia? Igen. Amikor kiparodizálja magát a Kém műfajt? Uh-huh. Azt mondja, hogy... Balázs, én a mozi büfében megveszem a nachoszt, aztán hazamegyek filmet nézni. Az igazi jó. Igen. Kerepesi úton az Árkád után kifelé most rakják a háromlábút, gyorsforgalmin befelé van egy baleset, méghozzá nagy baleset, alakul a dugó, Urbino Kelly küldte nekünk, köszönjük szépen. Valamint kifolyt az olaj a Dunakeszi lehajtó után a körforgalomban az Osan felé. Előttem csúszott el egy motoros, alig tudtam megállni én is mögötte, óvatosan közlekedjetek, ezt Bokta küldte nekünk, köszönjük szépen. Anna valaki jelezte, hogy szétkapcsolt a vonal, visszahívtad, uh-huh. Visszahívtad, jól van? Jonathan. Hogy? Jonathan. Jonathan írta, hogy szétkapcsolt a vonal. Jonathan vagy Jonathan? Jó. Jonathan megmondta. Olyan név is van, hogy Nathan. Nathan. És akkor Nathan. Jó. Nem Nathan, hanem ne, Nathan. 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 Nem olyan Nathan. Nem olyan Nathan. Nem Nathan. Van ilyen név, Nathan. Egyébként. Na, nem tudom, olvastátok-e, a hír érdekes. Egyetemistákat toboroz a magyar CIA. Hoppácska. Már önmagában az, hogy a magyar CIA. Ez egy gyönyörű hangzik. Egyetemistákat toboroz a magyar CIA, az információs hivatal
Neptun üzeneteken keresztül toboroz magának mesterszakos egyetemista munkatársakat. Hogy miken keresztül? Neptun üzeneteken keresztül. Mi ez a Neptun? Az már egy kódrendszer, bonyolultabb, mint az Enigma kód a második világháborúban. Neptun kódrendszeren keresztül toboroz magának mesterszakos egyetemista munkatársakat. Ez a Neptun kódrendszer, ez azt jelenti, hogy veszek egy express újságot, kinyitom a hatodik oldalon, és az állásbőrze alatt, az eladó kanapé hirdetése mögött egy kis szóban észreveszem a tiltott üzenetet, tovább megyek a 8. oldalra, és az eladó, az egyéves hiúzom üzenet mellett találok valami más, és abból összeteszem a második szót, és így jutok el a CIA titkos bázisához, és ha becsengetek, akkor már felvettek. Ez a Neptun üzenet? És ha azt írod, hogy eladó hiúzom, az azt jelenti, hogy igen, te is benne vagy. Ha azt mondod, hogy sajnos már elkelt, vagy nem eladó, vagy időközben megtért az őseihez, az örök vadászmezőkre, akkor abból érzik, hogy nem akarsz CIA ügynök lenni. De ha eladó hiúzod, akkor vetted a Neptun üzenetet. De nem, ez a CIA üzenete a hiú sztori, és ha azt mondják, miután te telefonálsz ha az adott számra, értelek, hogy már elvitték a hiúzt, akkor azt jelenti, hogy nincs már felvétel. Uh-huh. Igen, na? Tessék. Na, csak mielőtt valaki tényleg nagyon emelkedett hangnemben megírja nekünk, hogy nem tudjátok, ti parasztok, mi az a Neptun. A Neptun a római mitológiából tengerek istenét hívták. Igen, azonnal kiosztanak bennünket, igen, tehát az online leckekönyv, tulajdonképpen így lehet ezt a dolgot egyszerűsíteni. Ez egy ilyen egységes egyetemi tanulmány rendszer, ez egy szoftver. Pillantok egyet, hogy azért nem vagyunk annyira hülyék, mint hogy minden reggel eljátszunk. Rasszoskodjatok, ti meg nem ittatok Bambit. Így van. Úgyhogy, és ezen keresztül, a Neptunon keresztül toboroz egyetemistákat a CIA. Mi az a magyar CIA? Ez jól hangzik. Van magyar CIA. Van magyar CIA. Magyar CIA. Aha. A jelmondat, legyél több, mint egy átlagember. Hoppá. Aha. Hoppá. Miért, aki nem CIA ügynök, az mind átlag ember? Igen. Ezt a sérítést. Igen. Most ezt kicsit egyébként én is magamra vettem. Tehát nem vagyok CIA ügynök, így van. És akkor te most is sima átlag emberek vagyunk? És ha FBI-os vagyok? Igen. Nézzük meg, mit mond a hirdetés. Nem tudni, hogy valódi-e egyébként. Az információs hivatalhoz, azaz a polgári hírszerző szolgálathoz irányítja a reménybeli titkos szolgálatosokat. Azt várják el, hogy mesterszakosak legyenek. Tehát ez micsoda? Nagyon fontos. Mesterszak. Mesterszak. Könnyen teremtsenek kapcsolatot, illetve hogy megszerezzenek egy felsőfokú nyelvvizsgát a felvételi eljárás végéig. Aha. Na, itt vérzett a társaság. Itt tovább lapozok az álláshirdetésből, és keresek valami más. Nem úgy van az érettség is, hogy azt is csak akkor kapod meg, ha van nyelvvizsgád? Az érettségénél talán még nincs. De középfok van. Biztos, hogy középfok. Azt nem tudom, majd ha Benni odaér, akkor veszünk egyet. Jó. Akkor kimegyünk az ecserire. Ne azt mondd, hogy kell, vagy nem, csak az, hogy megy. De ennyibe kerül, hol lehet venni, ez érdekel. Hagyjuk a részleteket. Azt mondja, cserébe változatos külföldi munkát, versenyképes kezdő javadalmazást, ösztöndíjakat ígérnek a jelentkezőknek. Uh-huh. Azért ez jól hangzik egyébként, az ember elmegy CIA ügynöknek, mikor kiesik az egyetemről. De most komolyan mondom. Jól. Ez jól hangzik. Kiesik az egyetemről, kibuksz az egyetemről, és akkor tártkarokkal vár a CIA. Ez milyen jó ajánló levél a CIA-nál. Tanulmányok. Hát most éppen nem tudok, mert megbuktam népből. Így szól a hirdetés. Legyél több, mint egy átlagember. Mesterszakos egyetemista vagy. Kezd a pályád a hírszerzés. Azért ez elég keményebben. Biztos, hogy a mesterszakácsot keresnek? Igen, észre akartam is mondani, hogy mi az a mesterszak. Mesterszak. Amikor valamiben nagyon jó vagy. Tehát aha, ha te például bölcsészszakos vagy valami bölcsésznek tanulsz mesterszakon, akkor mehetsz a CIA-hoz. Mondjuk velem ne kvaterkázzanak így néhány nap után, hogy mesterkém. Mesterkém, Janikám, mesterkém. Hát azért éneket nem mondja nekik. Hallad, nem mondja. De tessék, nézzük meg, hogy bennünket felvennének. Csábít a külföld varázsa? Jani, te hogy a fenébe? Alkamúzzá ki. De Csábítkor is miért rá? Jó, akkor én a belföldi összekötő lennék. Átmész Esztergomba hídon és szorongani kezdesz. Nem mész sehova. De belföld, te vagy a belföldi. Én az összekötő vagyok. Te az összekötő, igen. Fejleszteni akarod a képességet, tudásod? Akarj. Természetesen. Szeretnél tenni Magyarország gyarapodásáért, biztonságáért? Hogyne. Csak azért. Szeretnénk tenni. Azt mondja, hogy könnyen teremtesz kapcsolatot? Igen. Igen. Presztízs értékű munkai budapesti székhelyjel. Nem, de most nem azt mondta, de állj. Az első kérdés az volt, hogy érdekel a külföldi munka. Most meg azt mondják, hogy Pesten van az a székhely. Az csak egy, hogy hívják, az terelés. Egy... Ez terelés. Érdekel. Most terelés. Érdekel a külföldi munka? Igen. Nem baj. Menni külföldre? Igen. Nem baj. Szeretett külföldre? Budapesten fogsz igen, megöregedni. Ennyire szeretett külföldre? Gyanús, akkor itt fogsz megrohadni. CIA Budapesti irodájában. Nem mész te sehol. Magyar állampolgárság, mesterdiploma, felsőfokú nyelvvizsga, és mehetünk az FBI, a CIA-hez dolgozni. Ez kell, hogy magyar állampolgár legyél, vagy kapsz?
mert akkor már nem megyek, mert van. Nem, a magyar állampolgárság. Hát az most, hogy kapod, vagy veszed, vagy te az vagy, nem tudom, milyen feltétele vannak, de magyar állampolgárnak kell lenni. És akkor ebből nem lesz ilyen, hogy itt ilyen kellemetlen bevallások, mondjuk pár év múlva egy képes magazinban, hogy jelentettem a révészről. Tehát ugye ez nem az a kategória. Tehát, hogy ez egy teljesen legális. Tehát, hogy ez nem egy olyan típusú beszervezés, ugye? Egy csüllök volt. Nem, azért Benni hazajönne, hogy őt felvették a CIA-hez, azért nem tudom, hogy örülnék-e. Szerintem menő. A titkos ügynökség, hát az szerintem irgalmatlan profi dolog. És akkor azt mondták, hogy lejelentettem nekik, hogy a... Nem hülyékhez veszik föl a Bennit, nem hülye lett a Benni, a titkos ügynök. De azért CIA is, érted? Azért nem ez ilyen. Tehát nem ilyen. Nem ilyen, hogy akkor lejelentettem, hogy a závodi fodrásznál volt, de nem hitték el. Nem láttam. De hogy ez egyébként jó lehetne, hogy a gyereked elmegy CIA ügynöknek, és akkor jön haza, vannak titkok. De az a baj, neked sem mondhat majd semmit a küldetéseiről. Ez mondjuk igaz. Semmit nem mondhat. Na mi volt, va? Lacika! Mi volt az ebéd? Például ki kell találnod egy fedősztorit, hogy mi a melód? Uh-huh. Minden napra, tényleg, hogy bemegyek az irodába, és... Fedősztori. Igen, könyvelő vagyok. Aha. És el fogod mesélni, hogy te könyvesz, közben meg óriási ügyeket hát vagy meg. Vagy az a fedősztori, hogy az FBI-nál vagy. Közben meg érted. Hallod? Vagy az Interpolnál. Közben meg... Hát ki nem akar James Bond lenni annak idején? Hát... Te nem? Hát az a baj, hogyha én úgy öltözködnék, mint James Bond, rögtön lebuknék. Jó, az gyanús lenne, de hát most nem hát... Jani, mi van? Mi az a megint nagyon drága óra a kezeden? Miért vagy öltözve? Mondjuk ez menő lett volna, de hazamész és CIA ügynök vagy egyébként. Képzeld el. Nem? Igen, és felborítok valamit a lakásban, nem veszem lassz szemüveget. Így jössz egy kis diplomatatáskával, egy kis aktatáskával és CIA ügynök megy. Egyébként az... Egy CIA ügynök az 50-es virabosan, oda-vissza. Igen. Beleszólunk majd még abban, hogy a gyermekünk mit választ? Nem fogunk már nagyon tudni, nem? Hadd menjen, hadd válassza, nem? De most, ha látod, hogy roham bele a semmibe, akkor csak szólsz, nem? Az már hogy érthető, hogy roham bele a semmibe? Hát, hogy hülye szakmát válasz. Hogy belerohan a semmibe? Hát, de ha semmibe rohan, nem láthatom a semmit. Ja, tényleg, csak azt látom, hogy roham bele valami. De roham bele valami, de roham bele semmit nem látom. Aha, akkor rossz felé megy az élet. Semmit nem láttam, de semmi az semmi. Nem látok semmit, akkor miért izguljak, ha semmit nem látok? Csak azt látom, hogy rohan. De hova van? Semmi nem fog neki menni, világos. Nem lehet baja, hiszen a semmibe rohan. Mi várja ott? Semmi. Na jó, ne azzal összetörheti magát, megvághatja magát, eleshet benne. Nem. Hallottál már, hogy valakinek bajt okozott a semmi? Annyira megütöttem a semmibe a homlokomat, hogy én 20 öltésre vartak. Ilyen nincs. Úgy elestem, miért? Mert nekem jött a semmi. Igen, megbotlottam egy semmibe. Volt a hétvégén semmi, tehát volt valami? Nem, semmi nem volt. Ja? A CIA ügynök családja tudja, hogy a családon belül valaki CIA ügynök? Csak nem tudják, hogy ki az. Valószínűleg, mert mindenki gyanús. A CIA ügynök családjában mindenki gyanús mindenkinek. Igen, szerintem a nagyi az. Ülnek ott karácsony körül, úgyhogy te vagy az ügynök? Nem, te vagy az ügynök? Nem, te vagy az ügynök? Miért nézel ide? Miért figyelsz ennyire? Kinek telefonálsz? Tehát a CIA ügynök családjában senki nem tudja, hogy ki a CIA ügynök. Ja, hogyan buktatod le a CIA ügynököt a családodból? Megkérdezem, hogy te vagy a CIA ügynök? Ne, hát az kevés arra, hogy nem. Nem. Hogy volt az a Angelina meg a Brad Pitt, amikor ott le az pezsgős üveg. Ne. Emlékeztek? Az a Mr. és Mrs. volt, igen. A pezsgős üveget elengedte. Az nem egy kettős műsor volt. A volt az is, de ez egy film is volt. Szerintem az a jó út, amit Balázs mond. Meg kell kérdezni, hogy ki a CIA ügynök. Szerinted bevallja? Nem. Aki nemmel válaszol, az a szíve. Jó, de aki azt mondja, hogy az én vagyok, az azonnal pipált ki. Nagy, én vagyok aranyom, aha, csak a mákos beiglit kóstol meg. Akkor a nagy egyáltalán nem. Nem, ilyen a pulóverkötés, csak a fedősztorim. És nagy, közben nagyon jelent, és nagyon, nagyon titkos ügynökösködik, igen. Na mindegy, jó. Hát... Nem tudom, hogy örüljek ennek, hogy a magyar egyetemistákat ilyen hirtelen itt a CIA elkezdi beszervezni. Nem? Hát miért, akkor miért nem a magyar titkosszolgát? Miért adjuk a tehetséges fiataljainkat egyből a CIA-nak? Így van. Magyar hát miért CIA. Nem a magyar nemzetvédelem? De nincsen ilyen magyar CIA. De magyar ez CIA. Van a hírbe MCA. Aha. Hát az magyar CIA. Aha. MCA. MCA. Az valami nagyon elnéztél, Feri. Az... Magyar aha. CIA. MCA. A magyar CIA. MCA. 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 Ez nem valamilyen kisebbségi szervezetnek a... Miért pont a debreceni diákok környékén keresnek? Azért ez is érdekes. Hmm. Mert hogy ez a debreceni diákoknak ezen a lecke, online lecke könyvében jelent meg. Mitől tudnak többet a debreceni diákok? Könnyebb őket beszervezni? Mi folyik ott Debrecen? Nem, hát mert ott van sok, tehát hogy mit tudom én, ott sok komoly feladat van, amit megfejteni Lajosnak egy-két beszédét, nyilatkozatát, stb.
aki tudja értelmezni, aki átfordítja, konvertálja. Na, amit akar mondani. Na most megint mit mondod? Mi ez a kupak? Vagy mi van? Aha, tehát ez egyfajta ilyen CIA diszkrimináció, hogy csak a debrecenieket, igen? Lehet ez így? Hát, vagy egyelőre csak ott. Tehát, hogy megnézik, puhatoloznak de a Debrecenben? A fővárosban van. Igen? Debrecenben toboroznak, de a székely fővárosban van, és lehet, hogy a bevetés az pedig mi a torbát. Tehát Debrecenben kérdeznek ki. Budapesten van az irodát, és a bevetés Biatorbágy, Kecskemét, Szolnok, Bermuda háromszögben? Igen? Igen, simán lehet, hogy így van, mert hogy az egész gyakorlatilag ködösítés, az egész gyakorlatilag dezinformálás, összezavarás, hogy ne tudd, hogy valójában milyen feladatot és kinek végzel. Volt a George Clooney-nak egy nagyon jó filmje, amit ő rendezett. Az egy veszedelmes elme vallomása, az a film címe. Láttátok? Dehogy láttátok. Nem. Az arról szól, hogy 60-as években beszerveznek egy, és egy igaz történet alapján zajlik, egyébként baromi jó a film, nézzétek meg, arról szól, hogy a 60-as években beszerveztek egy talk show műsorvezetőt a CIA-ba. És álltok a sztori igaz, hogy a Pali egyszerre volt Amerika legnagyobb, mint tudom, quiz műsorvezetője, meg talk show sztárja, és közben egyébként dolgozott a CIA-nek is. És a kettős életét mutatja be ez George Clooney film. Nagyon érdekes, hogy a Pali... Műsorvezetőként mit tudsz kideríteni? Hát nem, műsorvezető volt, és már sikeres volt a műsor, az NBC-n, ABC-n, CNBC-n. Ki a felelős szerkesztő például. Igen. Miközben a CIA beszervezte, és egyszerre ölt meg embereket valahol Mexikóban, miközben egyébként nem tudom, quiz műsor, vagy game show-t vezetett valamelyik nagy amerikai csatornán. És erről rendezett a... Tiszta irigy-mirigy sztori. Nem, egy pici durvább. egy pici durvább. ASB csapattal. Na, nézzük meg hallgatóinknál, hogy nálatok ez hogy volt? Hogy ki mi akar hogy lenni? Tettetek, hogy egyrészt beszervezte-e már benneteket a nem várunk sok, nem várunk sok SMS-t. Ahogy letetek TCI ülök a témakörben, de azért várjuk 0-76-40-00. Nem erős a téma választásunk, bízom menne, hogy hogy letetek. Mai nézői kérdésünk, hogy lett ön CIA ügynök? Így van, holnap pedig várjuk a 10 év alatti Nobel-díjasok jelentkezését. Nem, arra gondolok, hogy nyilván mindenki elmondta egyszer az anyjának, vagy az apjának, hogy ő CIA ügynök, de hogy ő mi akar lenni, ugye? Tehát voltak ilyen nagy bejelentések, hogy én mi akarok lenni, és mit mondott erre az anyád, vagy az apád? Anyá, szerették mondani valamit, kezed most el már! Ja, de jó, már mostabb csak, hogy CIA ügynök vagyok. Szóval, hogy kinek mit szólt az anyukája, az apukája, amikor bejelentette egy gyerekkorában, vagy ezt vagy azt a szakmát választja. Én ilyenre nem emlékszem, hogy én mit mondtam. Ennek talán az azok, hogy most se tudom igazából, hogy mi akarok lenni. De nyilván sokaknak volt azért egy nagy felismerés. Hát még nyilván elvitték elektrosokra, amikor mondtad, hogy balettművész. Tudnának valamit csinálni gyerekkel, egyszerűen nem tudjuk lehozni erről a cuccot. Balettművész szeretne lenni. Nézzék azt a tütűszoknyi, nézzék, hogy nyomja azt a balettművészt, meg ott a rendelőben ott táncoltam. De miért, mi ez a baj? Markó Iván is az, igen, de ő nem Markó Iván szeretne lenni, hanem Markó Ilona. Hanem Katarina Vitt. Csak siklani, siklani a jégen. Na, tehát, hogy kinek mit mondott az anyukája, apukája, amikor kiderült, hogy valamilyen fura szakmát akar választani, lebeszélték a szülei erről, megpróbálták átnevelni, átmosni az agyát, ez a témánk, írjatok. Figyeljetek, na, jó, értitek, na, én tökre értem. Na, tökre értem, mert ugye a gyerekeknek vannak álmai vágyai. Például én mindig hadügyminiszter szerettem volna lenni, mert akkor, amikor én pici gyerek voltam, akkor hallottam, hogy hadügyminiszter a Magyar Néphadsereg katonáival például halastavadásot a kert. Meg ilyenek, meg felépítetővelük a vikendházat. És az akartál és az annyira menőnek. Igen, az annyira tetszett, annyira szimpatikus volt. És mit mondott anyukát, hogy miért ne legyél hadügyminiszter? Hát nem beszéltek le róla. Nem beszéltek le róla? Nem volt mondták azt, hogy ilyen nagy átbeszélgetett éjszaka, hogy miért ne az legyél, és hogy mi legyél inkább. De, ugye, hát semmi. Sokszor azért így terelgetik, hogy jaj, fiam, felejtsd el, inkább legyél ez vagy az. Na, én ilyen eseményeket várok. Hitek bennem, apám is mondta, hogy jó lesz, lehet a kocsi kísérőnek is. És, na, látod? Na, ez kell. Hogy jövőkép. Igen. Na, várjuk az SMS-eket. Jó, írjatok nekünk 7:30 pontosan 2 perccel jövünk Ákos hírei után. 7:45 lesz pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenki. Kicsit borongós az időjárás itt Budapesten, és ma, ahogy Feri is mondta, két részre szakad az ország. Mert hogy a nyugati oldalon már megérkezik a hidegfront, és 15 fokos lehűlés, jeges északi szél, ónos eső, köccitálás, mit tudok még mondani, minden lesz?
Míg a keleti jegesedés, igen. Míg a keleti oldalon még marad a jó idő. Marad a jó idő. De ne felejtsétek el, rövidülnek a nappalok, jön a tél. Jó? Ez a legeslegfontosabb, amit tudnotok kell, hogy már megyünk bele a télbe, üvösödnek az éjszakák, rövidülnek a nappalok. Így is van, poroljátok le a rodlikat. Cánkokat elővenni, téli gumit ellenőrizni. Megyünk bele a térbe, gyerekek, sajnálni, hajrá. Így van, szomorú. Szomorú valóság ez, de hát így van, ez a nyár is elment. Vége van. Na nézzük az SMS-eket. Ugye arról beszélgettünk, hogy CIA ügynököket keres a Neptun rendszerben toborzó CIA központ. Én is ott toboroznék egyébként. Há, hol más van? Hát, hát csak is. Csak, csak is a Neptun rendszerben. Mert hogy szeretnék, ha jól nevelt, idegen nyelvet beszélő, jó kapcsolatot jól teremtő diákok jelentkezzenek, és CIA ügynökök lennének. És debreceniek. És debreceniek, ez érdekes, igen, hogy miért csak a debreceniek kapják meg ezt a lehetőséget. Minden esetre ők CIA ügynökök lehetnek, és arról beszélgettünk, hogy nyilván sok hallgatónk emlékszik arra a pillanatra, amikor ő oda ment az anyukája, az apukája az gyerekként, és bejelentette, hogy na majd ő mi lesz felnőtt korában. Vagy pofon, vagy elutasítás, vagy na jó van, fia, menjél vissza a szobádba. Inkább fújj ki az orrad, mert így szört. És mi volt a nagy szülői mondat, amit arra kaptunk, amikor mi nagyon coming out-oltunk, hogy na most mi eldöntöttük, hogy mik leszünk. Aminek aztán nyilván nem volt semmi valóság alapja, csak láttunk, hallottunk valamit. Nem, hát ilyen majdnem mindenkinek. Én kitartottam sokáig egy mellett, amikor kérdezte édesanyám, mi lesz, hangszerkészítő akartam lenni. Ja, azt meleg pankrátor. Nem, azt engedték, sőt, annak örültek. Mondta apám, hogy ez remek választás, fiam. Én is mindig azt akartam, azt akartam lenni, de és levette az öltönyét, és alatta ott volt a meleg pankrátor ruha. Egy mexikói masz. Lementél az új kígyós gymbe, és elkezdtél nagyon durván edzeni, hogy meleg pankrátor legyél, igen. Na mondja, hogy kitartottál amellett, hogy... Én nagyon kitart, hangszerkészítő akarok lenni, és akkor apám olvasta éppen aztán Békés megyei népújságot, mikor ezt bejelentettem, így átnézett a izé fölött, az újság fölött, klasszik, a szemüveg letolt. Elnéztem. Tényleg? Így, inkább Katariski a csirkeolatban. Olyat rád verek. Igen, adjál enni a malacnak. Tegyél a malac alá, ganézd ki a malacot, mert olyat rád verek. De tényleg ez volt. És utána volt, hogy a mama csinálja vele valamit. Anyám elvitt Békés Csabára a pályaválasztási tanácsadóba. Neki lökött a falnak. Én is voltam pályaválasztási tanácsadóban. Tudod, mit csinált a pályaválasztási tanácsadó? Egy izgalmatlan nagy koffert kinyitott egy néni, felén fordított, a kis kártyák voltak benne. Választom. Amire föl voltak a bugyiai. Nem, amire föl voltak írva az összes szakmai név. Ezt húzza fej. És mondta, hogy válasszál ebből. És én kikerestem a BC-sek. Emlékszem. Hey, csukott szemmel. Emlékszem. Ültél egy hiány szakma. Ültél egy rohadt irodába, vártad, hogy behívjanak egy szobába, behívtak egy szobába, nem történt semmi, felmérték a képességeidet, és akkor a pályaválasztási tanácsadóban elmondták, hogy a szülőknek, hogy merre menjen a gyerek. Igen. Semmi értelme nem. Értelmetlen. Semmit életben. Nem tudtak róla. Semmit. Ez ekkora egy kamu dolog. Húzzál egy kártyát. Hát csak mondom nektek, hogy én is elmentem egy pályaválasztási tanácsadóba, és első helyen nekem, amit tanácsoltak, az az esztergályos szakma volt. De egyébként nagyon, tökéletesen felmérték a képességeidet. Nem lőttek se alá, se fölé. De teljesen jól látták a kis Janik a képességeit, tudását. Megmondták, hogy hova, mikorra kell mennem, melyik az az iskola, és képzeljétek, hogy bementem. Az egész iskola tök üres volt, senki nem volt benne, nyilván hát ez már nyári szünet volt, tehát ezen nagyon nem lepődtem meg, de megmondták, hogy kit kell keresnem, hol és mikorra kell oda menni. Oda mentem, és az aulában ott láttam ilyen több tonnás gépeket, így egymás mellé rakosgatva, olyan ábrákat, amiket semmi közöm nem volt, láttam, hogy ehhez a szakmához nekem semmilyen szinten, semmilyen kötődésem nincsen, én nem akarok ez lenni. Bementem, körbenéztem, sarkon fordultam, és elmentem. És ennyi volt a kapcsolatom. De tényleg csak egy hajszálon múlott. Mert ha bemerek nyitni azon az ajtón, ismerem magam, onnantól kezdve már nem lett volna megállj. Tehát nem tudta volna már nemet mondani. Itt a pályaválasztási tanácsadónál azt csinálták, hogy ahol nem volt ember, igen, olyan iskolába téged elküldtek. Ezek jól érzem? Igen. Gondolom, ilyen hiányszakmák voltak, gyakorlatilag betömködték a lukakat. Látom magán az esztergályos szakmát, fiatal ember. Igen. És akkor te bementél, ad és az lettél. Valószínűleg erre szolgált, és sok értelme nem volt. Hallott már a szövőnőkről, persze, hogy hallott. És a szövő férfiakról, nem, magnates. Na nézzük, azt mondja, hogy azt írja valaki, hogy ez csapda egyébként, hogy a CIA toboroz. Sok-sok felkiáltó jel el, hogy ez csapda. Miért? Ez a Magyar Nemzetbiztonság Hivatal csapdája. Olvashatok el a hazaárulás BTK meghatározását. Aha. Ja.
Na, azt mondja... Vagy ez a KGB-nek az agyelszívása. Lehet a KGB. És a CIA összecsapása Debrecenben. Haver mondta otthon, hogy villamosmérnök akar lenni, megszólalt a nagyapja, alig van már villamos. Picit meglepődtük. Ez arra jó. Hát logikus, hát nekem nem lehetne. Igen, logikus, abszolút. Nekem a nagyapám árufúvarozó volt annak idején, homokot követ sódert szállított nyaranta, gyakran elkísértem. 6-7 éves koromban az egyik ilyen út után egyszer megkérdezték tőlem, Petike, mi akarsz lenni, ha nagy leszel? Vigyázba vágtam magam, és rámondtam azonnal a választ, hát homokos, mint az apám. Mindenki szakadt a rögéstől. Balázs, nem emlékszel, én voltam az, aki lebeszélt az általánosban a szinkronúzásról. Köszönjük szépen. Pilóta szerettem volna lenni, anyám lerendezte annyival, hülye vagy fiam. Na így, gyönyörű, hülye vagy fiam. Na így nem lettem pilóta, de nem paraszkodom, mert azóta jól menő vállalkozásom van. Jani küldte nekünk. Ovis korom a légiutas kísérő szerettem volna lenni, aztán apukám mesélt az ikertornyos merényletről. Jézusom, milyen durva, hogy ő akkor volt. Úristen, igen, nem vagy túl idős. Jézus, atya úristen. Ha. A lányomnak azt ajánlottam, legyen matrac tesztelő, mert 24 órából 16-ot fekvéssel tölt. Az milyen jó, amikor ennyire ismered a saját gyerekedet, nem, hogy te feküdjél 16 órát. Jó lesz, hogy jobb az neked, meg mindenkinek. Ott nem cseszhetsz semmi. Igen, vézna gyerek voltam, nagyapám mindig azt mondta, hogy nehogy traktoros legyek, mert azt a nagy kereket nem fogom bírni lecserélni. Inkább borbély vagy pincér legyek, az jó borra való szakma, informatikai mérnök lettem. Szavaló versenyeket nyertem, híres komika akartam lenni, anyám úgy elvert, hogy inhüvelygyulladást kapott. Inhüvelygyulladást kapott, mama azért nem biztos. Nagyon nem akarta. A végső valamiért nagyon nem akarta. Igen. Orvoshoz kellett menni kezeltetni a kezét. Marcsi küldte nekünk. Ha rossz jegyet vittem haza, apukám mindig azt mondta, nem baj, Stanci néni úgyis nem sokára nyugdíjba megy a Keletiben. Ki lehetett Stanci néni? Stanci néni a vécés néni, nem gyerekek. Tudom, mama. Igen? A vécés néni. Mindenki a Stanci néni, hát a vécés néni. Igen, a híres vécés néni. Valószínű egyébként a Keletiben, aki nyugdíjba megy, igen. Jelentkeztem boncmesternek, amitől a szüleim először meglepődtek, majd rám hagyták, de titkon tuti tetszett nekik, mert intéztek nekem gyakorlati helyet. Aztán nem indult a szak, így gyógyszervonalon kötöttem ki egy gyógyszertárba. Hát az is olyan lehet, mint a Pék meg a Hentes, hogy tegnap pont említettük, ugye nagy sztereotípiák, meg nagy megjegyzésük a szakmákkal kapcsolatban. Boncmester is, hát hulla mindig lesz. Egyébként igen, igen. Én 6 évesen bejelentettem anyámnak, hogy rendőr leszek, anyám azt mondta, na azt próbáld meg. Karosszéria lakatos lettem, így szent a béke, Rolibá küldte nekünk. Aha. Hát akkor még nem volt ez egy megbecsült szakma. Na, azt próbáld meg, szerintem elég sokan hallották, ha bármit mondtál. Na, azt próbáld! Igen. Amikor közöltem anyámmal, hogy én rockstar leszek, azt válaszolta, rendben, fiam, de most gyere borsót fejni. És csak vége. És vége. Minden vége. Hát egy kis axelózós vizé, kockás flanelingjébe, a kicsi biciklis nadrágbe, Adidas nagy nyelvű tornacipő, anya rockstar lesz. Aha, na jó, na gyere borsót szedni. Igen. Majd borsót fejni, majd utána megbeszéljük. És aztán... vége, leveted a tornacipőt, leveted a flanelinget, ránéztél az axel posteredre, és mentél borsót fejni. Később pedig ott ültetek, és fejtetétek együtt a borsot. És mondtad, hogy ez elúszott. Na. Igen. Én aranyér sebész akartam lenni. Mert jól hangzott. Aztán 9 évesen rájöttem, mi az aranyér. Hát igen. Igen, az aranyér sebész az egy olyan... Azt, hogy hiába, igen, az igen. Az menő. Aztán lehet, hogy valamit félreolvasott egy Jack London könyvbe. Buck, arany tellér. Erre nem emlékezett már, de az arany érre. Aztán rákeresett a Google-en egy aranyér fotók, csak ennyit viszont. Aranyér fotók. Gazdag lesz a kérdőjavas. Megnézett két aranyér fotót, és mondta, hogy na jó, nem. Igen. Nagynéném profi fotó szeretett volna lenni, de nagyapám lebeszélte Lóra, hogy inkább menjen a TS-be dolgozni. Tehát abban van a jövő. Júj, de gyönyörű mondat. Abban van a jövő. De szeretem ezt a mondatot. 1973 édesanyámnak mondtam, papa akarok lenni, óriási pofon volt a válasz, ezt Gorgi küldte nekünk. Amikor bejelentettem, hogy sírköves leszek, anyám elsírta magát, apám csak ennyit mondott, az jó. Az emberek többsége úgy is meghal. Többsége. Okos. Itt van. Micsoda? Milyen okos. Milyen okos gondolkodás. Mama szívére vette azonnal, elsírta magát, nem? Pedig egyébként hát régen jó azért az egy nagyon szakma, jól, nagyon megbecsült, jól fizető szakma volt. Most már nem annyira tudnak megélni a sírkövesek, de régen azért nagyon elismert, nagy presztízsű szakma volt egyébként, amikor ott brutális márványtömböket faragtad, vitted, csináltad. Nagyon, nagyon jó, meg jól menő vállalkozás volt, igen. Szép szakma. Hát, azt nem érzem. A fene se tudná, hogy szép szakma. A kőfaragás való foglalatosság. Igen, a kőfaragás. Mindig azt ütöd be, hogy élt 83 évet, tudod, élt 76 évet. Hát ide van a lelkileg, várjál, azért ennél azért picit kreatívabb ez a munka. Nyilván értem, de hogy fene se tudja, azért az is kemény lehet csinálni. Na jó, hát köszönjük szépen az SMS-eket, nagyon jól jöttek.
Játszunk Kóben bácsival, Beru nénivel. Már itt is van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Hello! Gyerekek, csak mondom, közben valaki még ezt a kompos viccet elküldi, fenntalálja majd a telefonszámát egy meleg társkereső oldalon. Csak éjjel hív, ha nem veszem föl, ne add fel, félénk vagyok. Felirattal. Ha belesüttök a telefonba, hív bátran, igen. Halló! Meg, bocsánat, még a kerti törpézést szerettem volna mondani, hogy srácok, értem én, hogy a csecsemőnek minden vicc új, de hogy már 74-ben is untam ezt a kerti törpézést. Oké, akkor is ült, nagyon jó volt, nagyon sokat nevettünk, ez inkább nektek kellemetlen, ha megírjátok. Higgyétek. Igen. Jó reggelt, hello, most már itt vagyunk, bocsánat. Jó reggelt. Szia, Henny, bocsánat. Hello, honnan hívtál minket, Henny? Óbudáról. Óbuda! Nem beszéltünk mi már Óbudáról? Tessék? Nem beszéltünk mi már? De egyszer szóltam, hogy Óbuda. Igen, tavaly beszéltünk mi már. Óbuda melyik igen. része? Hát a Harisnyegyárnál, Akácköz. A festői Harisnyegyár. Akácköz. Vagy a Szentgyár. Szép is az. Uh-huh. Igen. Igen. És mivel foglalkozol, Henny? Eladó vagyok. Eladó vagy. Mit árulsz? Mindent. Közérben vagyok. Széles a paletta. Közérben vagyok. Ez ilyen kis magánközértecske vagy? Igen. Igen? Tényleg családi igen. vállalkozásban nyomod? Igen. Na, akkor van vasárnap is munka. Van, bizony. Na, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó, figyelj. Oké. Aha. Már semmit, ott voltak a rohamosztagosok. Már csak füstölnek. Na, ez egy dal lesz, nem sorozat, nem főcím, semmi, ez egy sima dal, azt kell kitálni, micsoda. Figyelj. Aj, de szerettem ezt a dalt régen, gyerekek. Ez nagyon kevés volt. Még egyszer figyelj. Még egyszer figyelj. Passz. Jöjjön egy hosszabb részlet? Igen, jó lenne. Jó, figyelj, kivettük a bögrét. Az óriási nóta volt. Imádtam. Jó az előadó is, jó a dalcím is. 1996-os lágyatlan. 6-os vagy 7-es. Hallgass meg még egyszer. Miért nem játszunk ilyen dalokat? Mert lassan megőrülnél. Nem reggel, délután 4-kor, 5-kor, amikor már mi nem vagyunk. De reggelre nem biztos, hogy jó, de ez gyerekek, ezek óriási slágerek. Dúdol csak tovább, hát ha beugrik. Dúdol? Az a baj, hiába dudolom tovább, nem. Azt figyelj, tudom, se a címét, se az előadót. Dúdold, és egy picit mozogjál is rá, és küldj videót, akkor elfogadom. Jó, rendben. Na megmutatjuk, akkor mi lett volna az eredeti, figyelj, be fog ugrani. Sőt, hát ismerted is, ugye? Mutatjuk. Egy jó kis Fugees dal. A Killing Me Softly ez a dal címe. Aha. Megvan így? Okay, így ismerem én. Nem ezzel van a baj, csak nem tudom ki az előadó, meg a címét sem tudom. Igen, hát a Fugees zenekar, Killing Me Softly. Jó kis dal volt. Köszönöm szépen akkor. Henny, mi is köszönjük. Ez pedig egyébként nem volt talán most annyira nehéz. Nem, egyáltalán nem volt nehéz, csak nekem nem ugrott be, ki volt. Igen. Köszönöm szépen. Sziasztok. Köszönjük, hogy játszottunk, buszi, jó munkát neked, csáó. Hello. 4 perc múlva 8 óra jövünk, Ákos hírei után. 8 óra múlt 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Kedv van, és jön a hideg front. És rövidülnek a nappalok is. Ajja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 j
Csillák, meglátjátok, nem sokára itt a karácsony múlik a nyár. Olyan gyorsan megy az idő, hogy én már húsvéton gondolkodom. Bizonyán. De tényleg. Na, elmegy egyébként gyorsan ez a hidegfront, ami most meghatározza időjárásunkat, és hétvégére már újra jó, jó idő lesz, igazi nyári időjárás. Keleten 31 fok, talán egész nap összesen, most esik, és 14 fok van. Weberes Tomi küldte nekünk. A 4-es úton a 118-as körnél ellenőrzés, figyeljetek, Spuribá küldte nekünk. Aztán Tata és Győr között az M1-es jól járható, üzente Gergő. Mérik az Ajka felől érkezőket a rend éber őrei. Padrag kúton, Reni küldte nekünk, köszi Reni. A budai pesti alsórakpart csak a szokásos, lassú a haladás, majdnem, hogy a Mozaik utcáig áll a sor vége. 4-es út Üllő gyömrő kereszteződésében baleset alakul a dugó, Gufi
üzente ezt nekünk, és az M3-as autópályán Budapest felé a 182-es szelvénynél mérnek, ezt Sanya küldte nekünk. Köszönjük szépen Sanyának, hogy elküldte a friss közlekedés hír. Gyöngyös, Mátrai út, a festékbolt előtt, trafi. Mi folyik a Gyöngyös? Hát nagyon sárc festékért. Már a festékbolt előtt is trafiznak. Ha szeretitek a nagyon. Nagyon? Nagyon. Hát most ezzel betaláltál. Most ezzel találtam? Hallod, azt de tényleg. És már olyan régen nem. Az olyan applikációkat, amin egy kicsit kell gondolkodni, és fejtőlős applikációkat. Semmi? Ne, haragudj, elnézést. Akartam egyet nektek tanácsot, egy nagyon jó játék, teljesen rákattantam most így a szünetekben, amíg dolgozom, az pontosan jó. Tetris 2015. Addiktív a dolog, de jó egyébként. Egy Unblock Red nevezetű játék, ami baromi egyszerű dologra épül, ugyanis arról szól, hát most ioszom van, hát nem tudom, hogy ti ott az erőbb, sötét, illetve rossz, elmaradott oldalán le tudjátok-e tölteni. De az Apple Store-ban benne van, és Unblock Red a neve, Umblock. Aha, hát ez a logikai ilyet. De jó, hogy mondod, órát kikerestem ugye? Volna, aztán biztos feladom. Unblock. Umblock Red, és arról szól, hogy neked a gép elrendez mindig egy kockában sok kockát. Minden kocka egy bizonyos színű, zöld, aha, sárga, kék, piros. Ez téged érdekelett felétek, vagy három közül a kockát. Hát kezdjük ott akkor, hogy ugye ez nem az kocka, mert az térbeli, de... Kocka, mit tudod, göm, nem tudom. És az a lényeg, hogy a pirosat bele kell ejtened a lyukba úgy, hogy te mozgathatod külön a kockákat, de van, amikor 20-30 lépéssel lehet csak egy-egy pályát megoldani, és mindig az a lényeg, hogy a piros kockát levidd a legaljára. Nagyon jó, régen volt a Freddy Bén is játék, tudod, hogy egy kimaradt, és kellett tologatod a kockákat, hogy egy teljesen egész Freddy Béni képet kapjál. Itt is ugye van két szabad helyed, ahova elkezdheted betolni a kockákat, át kell rendezni az egészet, és van egy bizonyos mozdulatsor, amit ha jól csinálsz, akkor 15-20-30 mozdulatsorból a kockák áthelyezésével a piros kockát le tudod juttatni a gödörbe, és a piros kocka eltűnik. Most ez így elmondva meglehetősen béna, de ha elkezdesz vele játszani, gyerekeknek is jó, tudnak gyakorolni, egy kicsit fejleszti a logikát, jó játék. És jól megy már? Most a D1-esen vagyok. Segíts! Az milyen szint? Nem tudom, hogy hány szint van a játék, az ABC szinteket megoldottam. A minden... nincs. ABC, D, minden szinten van 20 szint. Tehát, akkor hogy... ráértél, mikor kezdtek? Na. Ez nem nyaralás alatt kezdtem el, és jó, tényleg vagy. De vagy már olyan szinten, hogy indulj el a selejtezőben? Egy unblockered selejtezőben? Igen, nem a hangelénk adtál ebben. És ez lenne a produkció, hogy átnéznék, meg be tudom juttatni a piros kockát az alsó kockába. Nem csak, hogy érdekes, hogy valaki letölti, és van ideje, hogy munkáján, és kicsit az agyát is akarja használni, gondolkodni, akkor valami applikáció, aminek kicsit van értelme. Sebestyén Balázs vagyok, 37 éves. 8. Nem szórakozzam, mert léci, folytassuk már, de tényleg most... Specialistája az Unblock Rednek, és lejutott. D1 szinten vagyok, és szeretném megmutatni, hogy a D2-t hogy tudom megcsinálni. Nem, tényleg jó egyébként. Én sem nagyon játszom applikációkkal, meg eleve csak internet ezek a telefonon, de most ezt valaki tanácsolt, és akartam nektek mondani. Ó, nekem most az e-check jött be nagyon. És használ az e-checket? Persze, én letöltöttem, de nem használom még, jó? Tökéletesen működik. Hát mondom, a probléma az az vele, hogy nem minden checket küldenek el. Tehát van olyan mobil szolgáltató például, vagy nem csak mobil szolgáltató, de mindegy, nem akarok nagyon konkrét lenni, aki például úgy küld el a csekkeket, hogy nincsen rajta még QR-kód. Tehát, hogy az is be kell menne a postára. De ami egyébként van QR-kód, az így. De ami nincs QR-kód, azt is át tudod küldeni. Ezen nem. Ja, hát azt nem, az e-check nem. Mert hogy most az e-check a téma, de egyébként. Egyébként igazad. Értem, csak nem értem, a postát nem értem még mindig. Szeretsz oda járni, jó. De hogy van az, hogy a csekken van egy QR-kód? Van egy leolvasó, és a leolvasó össze van kötve az én bankkártyámmal, az adataimmal, és automatikusan levonja a leolvasó a bankkártyámmal? Nem, neked kell beírnod a bankkártyának az adatait, azokat neked kell minden beírnod. Minden egyes utalásnál? Megteheted, hogy elmented a telefonra csak a bankkártyának az adatait, és akkor a mentet... Én nem mentem el.
Nem mentél el? Hát, már ideje nem. Móni? Kicsit erőszakos volt, hát mindegy, ezt nem tudom, hogy gyerek ennyit ott. De hogy beírom, minden utalásnál beírom a bankszámlaszámomat, beírom. És megterhelem vele a saját bankkártyámat, vagy a bankszámlámat. A QR kód azokat az adatokat tartalmazza, ahova neked küldeni kell. Igen. Összeget tartalmaz, számlaszámot, cégnevet tartalmaz, tehát ahova te küldeni akarod a pénzt. És akkor kéri ugye az applikáció kártyádnak az adatait, amennyiben el vannak ezek mentve, akkor tényleg csak egy gombnyomás az egész, hogyha nem, akkor be kell írni minden egyes cseknél. Én inkább ezt választom, mert nem szeretem lementeni nagyon a bankkártyának az adatait. Az ördög nem alszik a lapon. De mi van, mitől félsz? Hogy ellopják a telefonodat, vagy valaki hát a telefonoddal tud utalni? Tehát, hogyha te itt ha beírod, és én behozom a sárga csekkemet, és te kimész a budira, és én elveszem, akkor én tudok utalni a te telefonoddal? Elutalod az én csekkémet, és akkor holnap behozok egy a 8-10-et. Én nem értem. Attól félek, hogy ami a telefonom van adat, az mások számára adott esetben hozzáférhető. És ugye persze nyilván mindennel, amivel mi rendelkezünk, igyekszem levédeni a telefont, tehát hogy mások ne juthassanak hozzá. De fólia, alufólia. Szikszalaggal, körbeteket, feketével, hogy ne látszódjanak éberni. Tehát, hogy de simán előfordult, hogy elveszítem a telefont valahol, és nálam jóval okosabb emberek, akikből elég sok van, azok esetleg hozzáférhetnek. Ezért én nem szeretem lementeni. Tehát nincsenek ilyen személyes adatok. Hát csomó ember előfordul, hogy mondjuk a telefonján tárolja a PIN kódját. Annál már csak az ebben, amikor a bankkártyára írod rá. Ja. Én láttam igen. Olyat. Alkoholos vicce. Aha, bankkártyán rajta. Mindig ott legyen, tudod. Hát miért nem nevezed át a kódokat? Tehát miért ne úgy írd be, hogy PIN kód 7616, hanem írd be, hogy nem tudom, Alma 7212. Tehát adjál a kódnak más nevet. Tehát akkor elhagyhatod a telefonodat, és senki nem tud semmit. Tehát beírod, hogy apu. 22-11. És kész, és megvagy. Apu 22-11. Most beírod, hogy PIN kód, és mellé teszed a bankkártyádat, az úgy veszélyes. Nevezz át mindent a telefonodban. De most már nem nevezhetem át, hiszen elmondtad másfél ilyen emberre. De jó, de tehát még az apu és az almán kívül még akkor Vénusz domb, vagy bármi lehet igazából. 42-63. És kész, és megvagy. És akkor nem találja meg, nem? Hülyeség? Nem, egyáltalán nem. De szerintem azért ők nagyjából fel vannak ezekre a dolgokra készülve. Ők mindig, a bűnözők mindig egy lépéssel előrébb járnak, mint mi. Amik az nagyon amatőr bűnöző, aki elveszi a telefonodat, megnézi a PIN kódot és bedugja a kártyát. Tehát vagy az összes adatot leszedi, vagy nem, tehát az meglehetősen analóg módon rabol, aki a PIN kódod alapján az eltűnt bankkártyádat lehúzza, hát azt az egyszerre kell elhagyni. Most már igen. Minden. De mi van, hogyha fogja, igen, az egész táskádat elvisz, és a táskádban van gyakorlatilag mindened. És aztán egy kis idő kell hozzá, hogy összerakosgassa a dolgokat, nyilván ilyenkor lehet azt mondani, és már biztos megírták, nem ilyen néztem meg az SMS falat, de hogy persze le lehet tiltani a bankkártyádat nagyon gyorsan, ha akarod. De nekem például az is, na telefonomon van elmentve az a telefonszám, amivel le tudom tiltani a kártyát. Akkor tetováltasd magadra. Ha, tényleg, majd az alkalomra gyakorlatilag. Na, 44104. Hát, PIN kód letiltás. 2 liter laktózmentes tej, 1,5 kiló burgonya, hagyma. De minden nap anya PIN kód, két kivis kalippó. Apa PIN kód, telefon letiltás. Egyébként már mondjátok ezt a PIN kódot, amikor veszed ki a pénzt a bankautomatából. Igen. A végén, hogy kiadja a pénzt, ki szokta írni, reklamáció esetén hívja, tehát hogyha kevesebb pénzt adott ki, vagy rossz, egy másodpercig olvasható a telefonszám. Ezt nem tudom, észrevettétek-e már. Én olyan rohadt ideges vagyok tőle, hogyha mondjuk tényleg baj van, és utána nem jön elő a szám, utána az van, hogy újabb tranzakciót kívánna indítani. Kész. És vége. Hát némi segítség az, hogy az automatán kint van matricán. De én most nem találtam például. Igen, az egyiken, ahol én voltam, ott most nem volt. Akkor szorulsz. 0-40. Mi van? Az a legjobb, amikor például olyankor nyeri a kártyádat, amikor csak egy egyenleget akarsz lekérdezni. Tudod, berakod megnézni, és nem jön a kártya. A ne légy színnél, csak ne így. Tudod. Igen. De egyébként szerintem, ha már leszedik az adataidat, leszedik úgy is, hogy te egyszer beírod a bankszámlaszámodat. Tök mindegy. Tehát nekem a telefonom megcsinálja azt, hogy rákeresek valamire, mint a Bookingom vagy valahol, és utána nézem egy internetes portálnak a cikkjeit. És a cikken belüli banner felületen, vagy internetes felületen már azok az ajánlatok jönnek ki nekem, amire én egyébként egy fél évvel, 2 hónappal ezelőtt én rákerestem. Tehát
elhelyezi, mint a kukikat, sütiket, nem tudom miket, megjegyzi a telefonot, hogy te miket kerestél, mire kerestél rá. Sütikre én is rászoktam, kukikra viszonylag ritkán, de nézd, nem vagyok egy két gyerekkel egy feleség, az ember azért megpróbál egy kicsit újítani, hogy milyen kukikra is elhelyezek kukikat a telefonomon, hát figyeljél, hát szépen növekednek a gyerekek 10 év házasságát, azért hát legalább kukira ad keresek. Valami, ami egy embert ugye kirángatja. Kicsit a szürke hétköznapokból, hát most érted, már rákerestem, már annyi minden, hát mostanában kukira keresek, hát valahogy egy kicsit az elkem is. Fel kell dobnom ezt a dolgot. Szóval, hogy megjegyzi a telefonot, hogy te mire kerestél rá, ugye tényleg a sütik alapján, és utána neked már, mit tudom, nézed az Origót, vagy az Indexet, vagy bármit, és ha az Indexen belül van egy kis banner, akkor neked ott már az az ajánlat jön, amire te utólag, vagy amire te előtte rákerestél. Én ezen meglepődtem, de hát én azért egy analóg srác vagyok ebben a digitális világban. És honnan tudja? Honnan tudja ez a rohadék, hogy én menni. Pont azt a hirdetést néz, és a festéküzletet néztél, annak a hirdetése jön föl, ha valamilyen utazás, bármit, mit tudom én, parketta, ápoló anyag, akkor kapsz egy hirdetést arra, és nem értettem, hogy az iskolája, de profikát. Hogy? Belelátnak a fejembe? Istenem! Nézd már, milyen okos! Leragasztom a webkemet! Látták, hogy rákerestem, hogy terasz, ápoló, fa, olaj. És kijöttek a hirdetésem, az anyja, nézd oda, hogy ráéreztek ezek? Legalább pont milyen jó fej, pont ezt keresem. Én pont ez. És akkor hát, ilyen elmagyarázták, hogy azért ez ennél kicsit bonyolultabb a dolog. Gondold el, hogy már ezt megjegyzi a telefonot. Hát minden adatod benne van. Hát most az a felhőrendszer meddig tart? Lekérni, lenyomozni téged, hol vagy? Hát ma már semmi nem titok. Hát, amit akarnak rólad, azt tudják. Mire kerestél rá, milyen oldalakat nézel, az nagy baj, miért mindig tudják. Azokat az oldalakat nézel, tehát bármi. Döbbened. Egyébként. Nektek nem volt ilyen, hogy hirdetési felületen jött az, amit amire rákerestetek? Dehogy nem. Én először nem is értettem a dolgot. Brutális milfek jelentek meg neked. Hirtelenek, hogy a Hír 24 hirdetési felületén. Hogy ennyire, tudod, ennyire azért nem vagyok nagy ügyfeletek, de azért köszönöm a figyelmességet. Igen. Na, egy férfi, ez is egy érdekes hír, szerintem sok hallgatónk tud hozzászólni, szó szerint vette a vagyon megosztást, 12 év házasság után megköszönte a feleségének a közös éveket, és hát ugye érdekes, amikor két ember elidegenedik egymástól, és felbontják életközösségüket, akkor ugye elérkezik a vagyon megosztás ideje, ezt talán sokan átélték már hallgatóink közül is, és ez a férfi 12 év házasság után úgy döntött, hogy ő bizony, szó szerint veszi azt, hogy vagyon megosztás, fogott egy jól működő flexet, és semmit se kímélt, az autót, a laptopot, a mobilt, az ágyat, a plüssmacit is megfelezte, majd feltette olcsón az eBay-re eladni. Érdekes a dolog, hogy ő ezzel bosszút akart-e állni, vagy kiborítani a nejét, azt nem tudjuk, azt sem, hogy talán így akart elbúcsúzni, minden esetre akkurátosan az összes felhalmozott ingóságot mértani pontossággal keresztbe vágta, és azt mondta, hogy ha válnunk kell, váljunk, és megsemmisített mindent. A félingóságokat pedig felpakolta az eBay-re, és egy videóüzenetben megköszönte a feleségének, hogy együtt voltak, és a saját felével azt csinál, amit akar. Na most ágyat, laptopot oké, okay, de hogy az autót is ketté fűrészelte. Én megnéztem a képeket, akarom mondani, és Lendrian volt az úriember, mert hogy a kocsit az például hosszába kellett volna ketté vágni, igen. Úgy igazságosabb, mert akkor van egy-egy fél motorod. Bizony. Ugye ő most itt középen vágta ketté az autót, tehát valakinek van egy motorja, meg két első ülése, a másik félnek meg a két hátsó és az üres csomagtartó. Azért az nem ugyanannyit ér. Hát egyáltalán nem. Mondjuk az autó esetében, ugye bárhogy vágta volna el, akkor már nem lenne használható, de mondjuk egy konyhabútornál, hogyha hosszába vágja és nem keresztbe, akkor még mindig a fal mellé támaszthatod, mert ugye akkor is van akkor két láb, érted? Van, ami megálljon. De itt az a baj, hogy az érződik rajta, tudod, ez a seneket senekem. Tehát nekem ezzel a leginkább a problémám, hogy ez elszín. Hogy akkor már senkiéne legyen. Ez a senkiéne legyen. Akkor senkiéne legyen. Meg egy csomó használhatatlan dolgot gyártottál le. De igen. Ugye? Igen. Te rettenet meló vagy csináltál olyan dolgokat, amik semmire nem jó. Na nyilván ez a célja, tehát hogy azért nem arról volt szó, hogy úgy vágja félbe, hogy aztán az még jó legyen valamire. Hát ennek pont az, hogy félbevágsz egy kanapét, egy macit, egy hitvesi ágyat, ennek az a célja, hogy így álljál bosszút a te feleségedem. Nem?
hogy ezeket a dolgokat megsemmisített. Hát ő azzal abban a pillanatban nyilván nem foglalkozott, hogy most lesz-e még funkciója, célja, értelme egy félbevágott kanapénak, vagy egy macinak. Hát nyilván nincs, tudod előre, semmi, hogy nem lesz. Nyilván tudod előre, persze, hogy nem lesz semmilyen célja, se értelme ennek a dolognak. De ez a fajta bosszúállás azért valószínű, hogy vagy megcsalták, vagy ő még szerette a feleségét, mert ha nincs érzelmi indítatás, ilyet nem csinálsz. Nem? Tehát ha nem vagy dühös, vagy nem vagy átvert, vagy nem érzed azt, hogy téged lóvá tettek, vagy felszarvasztak, akkor nem csinálsz ilyet, ha csak nem vagy teljesen pszichopata. Hát vagy ilyenkor az van, hogy ugye meg volt a válás, és egy olyan vagyonmegosztást ítélt meg a bíróság, aminek te nem annyira örültél. Vagyonmegosztás? Igen? Akkor ezt figyeld. És tényleg megosztotta a vagyont. De ez valóban ennyire szörnyű, ha az ember eljut idáig? Én nem voltam még ebben a helyzetben, és remélem, hogy nem is teszek, de hogy ez nyilván minden válás egyfajta érzelmi trauma. Tehát ezt sokan mondják, hogy az komoly megrázkodtatás. De hogy ilyen szélsőséges reakciókat válthat ki? Mert azért van egy ügyvédbarátom, ő elképesztő dolgokat mesél. Szerintem... Tényleg, hogy mik történnek egyébként, szerintem... amikor emberek elválnak egymástól. Lehet ez jobb is. Most gondolj bele, hogy láttam már olyan kanárit, aki ragaszkodott volna a kalickának a feléhez? Ja, hogy ja, vagy felé szabadulhatsz. Érted? Végre kinyílik. Igen, az ajtó. Nem azt látod. Nézel, nem? Marad a kalitka. Igen, de akkor nem azt látod szerintem. Főleg, hogyha, ahogy te mondtad, hogyha mondjuk a nő lépett félre a kapcsolatban, vagy ő tett pontot a végére, és akkor a hapsi meg ott marad egyedül, akkor kicsit érthető ez a felezős cucc. Ha te akarsz menni, akkor meg nem. Akkor meg elmész. Csak az baj ezzel, hogy igazából, persze, oké, értem én, hogy itt alapvetően hogy az érzelmek dominálnak, de érzelmileg is, meg anyagilag is. És egyébként gajra vágod így magad. Tehát érzelmileg már ugyanagyobb megvisel az egész válás, meg a szakítás, de ugyanakkor még teszel arról, hogy még anyagilag is megérez. Mert ezeket a dolgok, de most persze én racionálisan gondolkodom, ebben a dolog már hála Istennek nem tartom ezekben a csoportokban, tehát hogy nálunk nincsenek ilyen problémák, meg nem is várjuk, hogy a közeljövő ilyen történjen, de az, hogy anyagilag is tönkre vágod magad vele, mert meg kell venni az autót újra, mert meg kell venni a hűtőt. De van az a fajta bosszú, amikor ez egyáltalán nem érdekel. Tehát van az a fajta a őrült pszichotikus állapot. Két hétig nem érdekel. Amikor... utána meg kezd leesni a tantusz, hogy Nyilván, de hogy tudsz olyan állapotba kerülni, amikor törsz, zúzol, egy CD-tokon, ha az ő életét megkeseríted, akkor elkezdesz veszekedni, félbevágod a DVD-t és a Blu-ray lejátszót. Tehát, hogy ilyenkor szerintem nem törődik azzal az ember, hogy ez milyen anyagi állapotba sodorja. Egyszerűen vagy annyira elvetemült, nem? Vagy ki akarsz vele annyira szúrni? Hát, nem hogy nem foglalkozol azzal, hogy ez most mennyibe kerül, vagy mekkora anyagi kárt okozol ezzel magadnak. Habitus kérdése, hogy te milyen vagy, és hogyha olyan, akkor én például soha nem akartam itt semmit elhozni. Az arany ékszerek. Ja, igen. Nem volt mit elhozni, mert mindig tőled vittek el mindent felé. Mindig az üres lakásra mentél haza, mit tudtak felszedni a parkettát. De akkor azt megodaadtad, most mentél utána? Te se csináltál ilyet, nem? Én nem váltam még. Hát jó, én se váltam még, de éltél együtt nőkkel. Én éltem együtt, de akkor még nem volt azért egy közösen felépített valami. Tehát albérletekben laktunk, közös lakásban, ami közben a nevemre került, ezt nem vette észre, hirtelen mennie kellett. Tehát, hogy voltak azért hirtelen, kikértük a tulajdoni lapot, átirattunk. Tehát ilyen dolgokat csináltunk, de nagyon nagy bőrök nem volt. Igen, hát ez habitusfüggő nyilván, hogy az ember hogy megy el. Tehát, hogy nézed, hogy gyerek van, bosszút állsz, megkeseríted az életét, úri ember vagy, és kiszállsz a kapcsolatból, és azt mondod, hogy jó, vigye, gyerek van, nála lesz a gyerek, nem akarsz vele ártani, de azért ez a kevesebb szerintem. Tehát, hogy ha már bosszút állsz, akkor meg miért ennyire egyszerűen állsz bosszút? Mert vagyok őszintén, ez egy picit így primkó dolog. Tehát, hogy miért? Ennél sokkal okosabban is lehet. Félbevágni a kocsit. Hát, de hogy primitív, túl szigorú vagy. Hol volt közben az asszony? Az a kérdés. Mi van, ha ő is otthon van? Érted? Hogy ez az a flexe, mi gondolod, de mész haza nőként, és azt látod, vizsgálat azért, érted? Nem állt. Nem volt gyanús a kocsi kettévágása. Ebben a legmegdöbbentőbb az, hogy leérsz valakivel 10 évvel. Szeretitek egymást, szexeltek, együtt vagytok, és egyszer csak a csávó annyira bekattam, gondolod, hogy mindent félbevág. Tehát, hogy és azon, ha ezt nézed kívülről, akkor végignézed azt, hogy úristen, az az ember, akitől közös gyerekeid vannak, akivel együtt voltatok, szép évek voltak. Ezt az embert szeretted, aki jön haza egy frissen vásárolt fekszel, bedugja a 220-ba, és neki áll kettévágni a kanapét, meg a plusz pacit. Jó, de és az legyen, autó. Hogy legyen egy teljesen racionális, mert én racionális ember vagyok, kérdésem, hogy a flexet utána mivel vágja ketté? Hát, vagy kölcsönözte. Na, ugye? Igen, hogy a flexet önmagában mivel vágja ketté. Ha mindent ketté. Hát, ezért ez nagyon...
Ez nagyon kemény. Meg mondom, tehát visszatérve egy picit az előbbi gondolatomra, hogy akkor mi nem lehet, akkor már okosabban, akkor úgy megcsinálni a dolgot, hogy amikor hazajön az asszony, akkor ketté először vágni. Nem, igen, amikor belép az ajtón, anya egy ideig mosolyog, és valahol itt a köldökénél már rájön, hogy ez nem annyira vicces. És a felét elviszed. Válra kapod, és elviszed a felét. A bal mellett, hogy megvolt már, ezt a jobbat viszem. De hogy miért nem okosabban csinálod? Amikor belép az asszony a lakásban, még nem lát semmit, de amikor bármivel elkezd tevékenykedni, akkor kiderül, hogy hiányzik belőle egy nagyon fontos... Elkezd bumogni, és elindul a spárba, persze, és nyomja a gáz, és látja, hogy fél autó, persze. Alsonadrágok, vagy alsonadrágok, nyilván nem hogy őket, tehát hogy a bugyik, hálóingek ketté vágva, a konyhai berendezések közül mindegyikből hiányzik egy-egy olyan alkatrész, ami gyakorlatilag működésképtelené teszi. Lacika iránke, aki gyerek ketté vágva. Lacika az oldalán fekszik az ágyban. Lacika és a 6 éves Katika. Fel se tűnik. Katika, Lacika, délben nem szoktatok ágyba lenni. Miért vagytok ilyen csendesek? Kérdezi anyuka, miért aki hazamegy. Miért állsz ott a falnál? Miért vagy a falnak támaszkodva, Lacika? Katika, miért fekszel te a parkettán? Ó, hol van a kanapé fele? Mind a két kezedet megmostad? Nem csak az egyiket? Jaj, de hol a másik? Tehát érdezi, kérdezi, volt egy gyerek a kapcsolatban? Mert ha ennek a pszichopatának ez a nő szült, jogos. És a gyerekek is otthon vannak, azért az egy izgalmas kérdés, hogy oké, a kocsi, oké, a flex, oké, hogy a kenyérsütő, meg mit tudom, a bútor, meg a laptop, meg nem tudom, de ez ott Lacika homokozik, érted, kint a játszott. Megérkezik ez az elmebeteg. Bemész a kamrába, fél pár kolbász, én egy egész párra emlékeztem. Egy fél csirke, de fura. Katika, ne csöves vagy. Egyre gyanúsabb. Na mindegy, hogy humorizálunk ezzel nyilván idézőjelesen, természetesen, senki ne vegye komolyan, de hogy azért vannak ilyen pszichopaták, és nyilván hallgatóink közül is átélték ezt. Sok pszichopata van, ezt már tapasztaltuk, és köszönjük. Na ők most kimélyenek. Viszont nyilván hallgatóink közül is sokan túl vannak már egy-egy traumatikus válláson, amikor hát a másik fél egészen megdöbentő dolgokat csinált. Olyan dolgot vitt el, olyan dolgon kezdett el veszekedni. És most tényleg ne a nagy klasszikus kiszúrásokat írjátok meg, hanem ami számotokra is teljesen felfoghatatlan volt, hogy milyen bagatell és hát elképesztő dolgokon kezdett el azért veszekedni az exetek, férj, feleség, teljesen mindegy, nő vagy férfi, hogy szimplán csak kiszúrjon veletek. Tehát tényleg már ti is éreztétek, hogy arról szól, hogy az utolsó bűn és bűnhődést akarta még elvinni, mert azt mondta, hogy nem olvasta még Raskolnyikovot, és most elolvassa az utolsó Kozsó CD-tokot, vágta ketté, és vitte el a két főzőkanálból az egyiket. Tehát ilyeneket írjatok. A három kötetes gyűrűk urából elvitte az utolsó kötetet, vagy kivitte az utolsó három lapot, és soha nem tudtad meg, hogy az a rahat hobbit bedobtál, vagy nem. Igen. Úgyhogy azt írjátok meg nekünk, jó? Hogy ki lépett ki a kapcsolatból, mi történt, és a másik fél hogyan és miképpen próbált bosszút állni, és mi volt a leggusztustalanabb, legundorítóbb dolog, ami csak azért tett, hogy veletek még megpróbáljon kiszúrni. Hát halva azon ügyvédeket tényleg, akik vállópereket csinálnak, szóval, hogy az ötlettár azért az kimeríthetetlen. Ha egy bosszúszomjas fér vagy bosszúszomjas feleség meg akarja keseríteni exe életét, akkor szörnyű dolgok. És még akkor is, ha semmi köze a szerzeti javakhoz. Már nyilván együttélésnél, ugye? Persze. De akkor is nem mondod, de bizony, az engem. Közös volt, és fizest ki a nyaralást is. Mindent, igen. Na írjatok nekünk. Jó SMS számunk 0670. Ennyi bizony. 640-0000, jövünk Ákos híre után. 3:49 lesz pontosan, 2 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Válásokról beszélgettünk, és arról, hogy az emberek, ha elborul az agya, akkor mit visz el saját magával. Kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy amikor ők váltak, ilyen szerencsétlen helyzetbe kerültek, akkor mivel próbáltati párotok kiszúrni veletek, és mi volt az utolsó utáni dolog is, amit már ti se értettetek, hogy Jézus Isten tényleg még a mélyhűtőből is kivette a spenótot, és elvitte, mert annyira pitiáner módon próbált bosszút állni. És hát számítottunk rá, hogy özöllenek az SMS-ek. Egyrészt sajnos sok hallgatónk túl van már egy ilyen hatalmas érzelmi traumán, mint a válás, amiről egyébként azt mondják, hogy a családban, ha elvesztesz valakit, az a legnagyobb, tehát a szeretteink elvesztése, és utána érzelmileg a válás a második legnagyobb trauma. Nagyon nehéz eset nyilván. Igazából senkinek nem jó, senki nem örül neki, csak a zárások és a kulcsmásolók. Mondjuk milyen a spenótot nem hagynám benne. A spenótot nem. Anyám spenótja van benne a mély hűtőben. Hát azért az csak elvisz. Kötött hozzá. Hát, ti is úgy vagytok vele, mint mi anno, hogy mindent elfogadtunk, de aztán a fagyasztóban maradt is. Ne. Szegény. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink, hogy kinek mit vitt el az exe, és mi volt az, amit máig nem tud megérteni, úristen, hogy lehet valaki. Ennyi pitián. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Halló! Hello, Krista, ciao! Hello! Te is túl vagy egy válláson? Hát tulajdonképpen én is túl vagyok, illetve a párom is.
a párod is. De ez egy közös válásotok? Úgy érted? Nem. Én is elváltam a volt férjemtől, és ő is elvált a volt feleségétől, és mi utána találtunk egymásra. Ja, értem. És mi történt? Hát az én esetemben egyszerű volt a helyzet, mert én mindent ott hagytam a volt férjemre, és úgy próbáltam egy új életet kezdeni. A másik eset, a párom esete azért egy kicsit bonyolultabb volt. Aha, tehát, hogy a párod ex-et csinált valamit. Uh-huh. Igen, pontosan. Tulajdonképpen miután nagy nehezen sikerült megállapodniuk a válás során, hogy kinek mi jut, és a párom vett neki tulajdonképpen egy másik lakást. Volt egy közös lakásuk, amiből ki kellett költöznie egy adott napon. Hát ez meg is történt, és amikor ő átvette a lakást, akkor egy-két meglepetés érte. Például az, hogy a falból kilógott a 220, mert leszerelte a villanykapcsolókat. Leszerelte a kapcsolókat. Aha. Így van, amúgy ugye teljesen sötét volt a lakásban, mert elvitte a villanykörtéket is. És ez ilyen október-november körül volt, teljes sötétség este 6 óra után. Azért ez veszélyes. És egy darab villanynak egy darab villanykörte égett tulajdonképpen, annak a fénye szűrődött be a lakásba, majdnem belenyúlt a 220-ba. Aha, és mit vitt még el? Elvitte a WC-deszkát is, volt a lakásban két darab WC, és elvitte a két WC-deszkát, miközben neki az új lakásába egy darabra volt. Hát jó, hát kellett egy pótdeszka. Hát most akkurátus volt, körültekintő volt, hát gondolta, hogy majd ha az már. Ő érzi meg ahhoz kötődött. Igen, elvitte. Elvitte mindkét deszkát. Atya Isten, hát azért ez kemény lehetett a párodnak. Igen. A fürdőszobában pedig egy darab kád maradt, tehát még a csapot is elvitte. Leszerelte a csapokat. De igen, milyen profi igen, volt akkor a... Hát biztos hívott szakember. Igen, a párod ex-e, aki ugye nő értelemszerűen, milyen profi volt. Nem? Leszerelt a csapokat, WC-deszkát. Fél napig térdelnék egy budiba, mire le tudnám szedni a WC-deszkát, annyira bérletek ilyeneknek. Haj, de azóta már nem jelentkezik, eltűnt az életetekből. Hát vannak még dolgok, amik folyamatban vannak. Ez a dolog lerendeződött. Hát, uh-huh. Nyilvánvaló, hogy nem olyan egyszerű egy válás. Nyilván, persze. Uh-huh. Mi is most a kicsit könnyedebb, úgymond humorosabb részét fogjuk meg. Nyilván tudjuk, hogy érzelmileg azért ez egy baromi nehéz dolog. Nekem is sok barátom van túl ezen a dolgon, sajnos, és hát velük végig csináltam egyet-kettőt. Valóban nem egy egyszerű élethelyzet. De hát utána talán jobb lesz, vagy az embernek fél év, egy év nehézség után azért esélye van arra, hogy valami jobba vágjon bele. Kriszta, köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen. Ciao, hello. Sziasztok. Hello. Egy jó kiült WC deszka, azért lehet, hogy... Igen, a lélek talált hozzá, már hát, ez a használt felmosó meg egy tudod, ez a rohadjál meg, elviszek mindent, hát ha kiszúrok veled, el kell menned venni, engem már az is boldoggá tesz, ha te most nem tudsz rájönni a budira. Megérted, vagy hideg a fel. Akár egyszer bemész a WC-be, ránéz, és eszedbe jut ez a sok szar. Az meg a másik, igen. Nagymamáik váltak a lexikon sorozatot, a papám igazságosan osztott el, A-tól K-ig megtartotta, M-től Z-ig a mamámnak adta. A költözéskor azonban a mama becserélte a sorozat elejét valami edényekre. Tehát inkább a teljes lexikon sorozatot választotta, ezt Évi küldte nekünk. Nálunk én léptem ki a házasságból, amíg meg nem tudta, hogy van valaki, mindent ott akart hagyni, mikor már tudomása lett a kapcsolatomról, még a kerti tó partján lévő sziklaköveket és a tuskót, amin grillezéshez vágjuk a fát, is el akarta vinni. Hát azért, ez szerintem korrekt. Az elején korrekt volt az ember. Igen, csak mikor miután kiderült, hogy már te másfelé jársz, akkor mondta, hogy jó. Igen, sőt, még anyám lakásának a felújítás összegének a felét, a végén a bíróság 80-90%-os pervesztes lett, csomó adósságot halmozott fel a per miatt. Azt mondja, hogy visszakérte az eljegyzési gyűrőt, és az utolsó halkonzervet is elvitte. Még a fagyasztott spenótot is a mélyhűtőből. Na tessék, ugye? Na. A mama spenótja. Nem írok nevet, mert nem alacsonyodom le az őszintjére, nem volt megcsalás, és semmi olyan, ami miatt ne lehetett volna normálisan elválni. Hát igen, kemény dolgok ezek. Elváltam a férjemtől, erő bosszúból kromofággal leöntötte a kocsimat. Nem lehetett bizonyítani, de újra kellett fényezni a kocsit, amit már az új szeretőm fizetett. Jó, minden szép azért a vége. A vége azért nagyon szép. Lehet, hogy azért ott a kromofág. Hát nem is mondjuk az, hogy volt rá oka, mert primitív tett, de azért a szerető van a dologban, azért az egy picit melegebb. A volt felesége még a rózsatöveket is kiásta a kertből. Szerintem nem élték túl. Áfonya küldte nekünk. Itt van még egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia Balázs! Hello. Szia Jani! Na, mit vitt el az exed? Nekem nem feleségem volt, csak barátnő, evit a borotvámat.
Hát, lehet, hogy közös volt már a kapcsolatok alatt, csak nem tudtál róla. Nem tudom. Anyagi dolgokat, meg ékszereket, ilyesmit, az nem lomolt ki a lakásból, de közös képeket széttépte. Az enyémeket itt hagyta, annak jobban örülök, mert én azért jó képű vagyok, annyira nem fattam rá. Ja, a csajoknál ez az exek képek megsemmisítés és a közös képek széttépe, ez szerintem alap. Ez alap. Tehát, hogy valahogy, mintha magukban akarnák ezeket a képeket ilyen terápiás jelleggel széttépni, és azt jelenti, hogy széttépte a képet, hogy akkor saját magából is kitörli. Biztos, hogy ez a terápiás szándék egyébként. Mert nagyon sok nőtől hallom, hogy széttéptem a párommal a közös képeket. Miért? Nem akar tárgyi bizonyítékot. Nem tudom. A csukámnak a felét elvitte, a másik felét ott hagyta. Az jó fejség egyébként. Jó fejség. Az ott mit, akit elvitte a felét. Azt nem nagyon értem, hogy az mi lesz neki. Jó, biztos nagyon fázós. Nem tudom. Figyelj, kicsit vehemens lehetett a csaj, azért nem volt egyszerű kapcsolatotok, nem? Tehát már gondolom, ez közben is kijött, hogy azért van temperamentum. Van. Erős ellen volt. Kicsit gondolom féltékeny is, kicsit hajtépés, kicsit verekedés. Tehát ott lehetett ott sok minden, nem Jani? Hát benne volt, azért nem volt ilyen szadomazó. Aha. Kemény nő lehetett. Jó, de az elejének azért volt húzása. Nagy műsor volt. Igen, legalább az eleje megérte, Jani, mondj valamit, igen. Meg. De lelépés az szokásos volt, tehát a postaládában találtam meg a kulcsot. Tehát. Hát az klasszik, igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Köszönöm, sziasztok! Hello. Igen, azért a nők, a pasik se gyengék, de azért a nők, ha beindulnak, az tud kemény. Hazamész, és nem találsz meg semmit, és kimész a kertbe, és azt mondja, úristen, még a paradicsomot leszette, pedig még éretlen volt. A vibrátorát vágtam el hosszába, a felét neki, a másik felét meg elküldtem az anyjának. Nekem a volt barátom eladta azt a műanyag karácsonyfát, amit az édesapukámtól kaptam. Csendbe jegyzem meg, jól keres. A fáért egy ezresnél többet nem kaphatod. A bosszú. Igen. Az én exem beült az autóba, és kitépte a Magnum előlapját. Mert hogy tőle kaptam. Nem tudom, mihez kezdett vele. Uh-huh. Ezt Tobi küldte nekünk. Fú, milyen durva dolgok vannak, nem? Azért tényleg te 5 évet, 10 évet együtt vagytok, szeretitek egymást, és olyan csúnya vége van, hogy rettenetesen kiábrándító, igen. Az exem a gyerekeit meglopta, 3 tányért hagyott, és ő volt az, aki más utakon járt, szemét dolgai voltak, de a ma született bárány mutatta, a válást én kértem. Nekem volt barátom, eladta azt, igen, a műanyag karácsonyfát. Igen. Azt mondta a párom, hazamegy az anyához gondolkozni 2 hétre, még az általános iskolai bizonyítványomat is elvitte. Kérdem én, az minek? Ezt Pisti írta nekünk, tehát ott is csaj volt, igen. Békében váltunk szét, de elvitte még a mosószer felét is. Az ilyen. Ja, Istenem. Az mennyire piti áll, nem? Jó, Isten. Visztük a domestoszt, visztük a flóraszertet. Nem vagyunk ki semmi. Atya Isten. 8,5 deci hippó ezzel mit csinálja? Megfelezem a fele az enyém. Anyukája még a villanykörtét is ki akarta csavarni. Ügyes. Jó, mondjuk ilyenkor azért a mama és a srác azért beindult. Mamák azért szeretik szítani a tüzet. Sose szerettem. Majd. És a villanykapcsoló? És az izzók? Hát akkor az a függöny, nem kell idekkora. Igen. Lopom én rá a pénzt. Loptad te rá a pénzt, hozd el azt is. Nézd már meg, a tapító lejön. Itt van velünk Timi. Hello Timi, jó reggel. Sziasztok. Hello. Szia. Na, nálad mit csinálta az exed, akitől elváltál? Hát én nem válláson vagyok túl, csak egy szakításon, viszont az annyira friss, hogy 2 hetes történet. Jaj, megcsaltam, mi történt? Hát nem, én leköltöztem miatt a falura, megtanultam fával fűteni és hasonló, úgyhogy amikor úgy döntött, hogy inkább neki a munkája nagyon fontos, és nem fér bele egy párkapcsolat, de már 2 napja randizott egy új lányjal, akkor úgy döntöttem, hogy baltával összeverem az összes ajándékot, amit tőle kaptam, úgyhogy remekül állt a balta a kezembe, és abban neki mentem az összes közös arra. Hogy terült ki, ezt bevallotta, hogy közben randizik, vagy lebukott? Nem, most tehát azóta 2 hete szakítottunk, és most, tehát hogy 2 nappal ezelőtt volt a randia, amit ki is posztolta a legnépszerűbb közösségi oldalra. Na de várjál, szakítás után már miért ne randizhatna? Hát, mert akkor nem mondja azt, hogy amúgy szeretlek, csak a munkám miatt nem fér bele az, hogy most mi együtt. Ha, igen, jogos, persze. És akkor fogtál egy baltát, és agyonverted a laptopodat, amit kaptál? Meg? Nem, azért laptopot nem, de az összes ilyen közös ajándékot. Tehát laptopot azért nem kaptam. Ja, az egy árérték arány betartottál. Jó. azért a vadonat úgy megkérdett, nem vett, nem vett. Nem. Ez könnyebb ilyenkor, vagy ez ilyen terápiás jelleggel így ki nem ütöd magadból? Mert hogy rajta ez már igazából nem segít, meg őt ez annyira nem érdekel. Csak hogy mondom, ez inkább magadat gyújtottad ezzel, nem? Tehát ez a szakítás napján volt, ezért azt végignézte, hogy én baltával szétverek mindent, úgyhogy szerintem akkor azért úgy valamit az jelenthetett. Szeretted ezt a fiút? Igen. Aha. Abszolút.
És most jobb egy kicsit? Hát igazából lenne még, most egy balzám azért még tudnék mit ütni, de... Ne, ne nézd a Facebook oldalát, tehát ne kínozd magad. Hát most szakítottatok, hát most már akkor ne nézd, mert most ott látszunk majd új képeket az új csajjal, hát ezzel már csak magadat kínzod. Nem, én nem nézem, csak túl sok a közös ismerős, tudod, ők meg jelentenek. Ja, jó indulatú jelentők. Ha láttam a Józsi fotóját az új lánya, csinos, igen, a jó indulatú jelentők, igen, igen. Mennyit voltatok együtt? Hát csak fél évet, csak igazából egy életre terveztük, tehát mondom, hogy miatt leköltöztem falura Pestről, és jártam be minden nap vonattal dolgozni, tehát... De első nagy szerelem, vagy első komoly kapcsolat? Hát nem első azért már. Uh-huh. Ahogy hallom, nem is az utolsó. Igen. Igen. És a felezett dolgokat azt ott hagytad neki? Tehát szétverted baltával a nem tudom mit, és a felét odaadtad a kezébe? Nem, hát igazából amiket kaptam ajándékokat, azokat vertem szét, azokat pedig ott hagytam. Uh-huh. És a fotókról kivágtad magad, vagy csak széttépted a fotókat? Hát ugye a mai digitális világban már kinyomtatott fotó nem volt. Nem nagyon. Ah, igazából eltávolítottam. És a felgyújtott házat eloltották már a tűzoltók. Nem vagy egyszerű. Hát megfordult a fejembe. Ugye? Éreztem én. Na figyelj, maradj itt játszani velünk, hát attól jobb kedved lesz. Jó, egy ilyen szakítás, egy vehemen szakítás után hát egy kicsit jobb kedve tudunk deríteni. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy szerintem simán vihető. Igen? Még egy ilyen felbőszült játékosnak is? Persze. Erős érzelmi állapod van? Plusz Endiknak mellé csapunk még egy körfűrészt is. És neked nincs új senki? Nincsen. Te még gondolom ezt hevered ki vagy. Még gyászolok. A gyász időszak még tart. Jó, jön egy pasi, és akkor ez hamar. Hamar elmúlik majd. Na menjünk, itt szól az első kérdés, figyelj. Hogy nevezik a térrendezés ősi kínai művészetét? Hát, talán a Feng Shui. Feng Shui. Az bizony. Te is csináltál ilyen térrendezést az Exednél, csak talán nem a Feng Shui módszer alapján rendezted át a teret, amikor meglátogattad. Menjünk tovább? Menjünk, persze. Második kérdés így szól. Bézol sapkáért. Melyik kontinensen játszódik a Sólyom végveszélyben című film? Hú, ezt viszont láttam, úgyhogy ha jól emlékszem, akkor Afrikában. Ez talán egy Ridley Scott film, ugye jól emlékszem. Az a jó film. Mogadisúban. Igen, ez egy kemény film. Egy rettentő jó film. Igen. Na, harmadik kérdés. Igen. Mit csináljunk vele? Nem könnyű. Lehet talán, hogy érdemes megállni. Mondom én, de ez a te döntésed. Ez egy nehéz kérdés. Hát, lehet, hogy inkább megállok, mert a... Bár a bummal szerintem nagyon tudnék most robbantani, de... Lenne benned lendület, mi? Magad elé képzeled az exedet, és amit lehet. Én hiszek igen. Benned. Meg tudod csinálni, tuti. Na, akkor mondjátok. Egy intelligens, értelmes nőnek tűnsz, és az is az, hiszen... Egyébként az vagyok, csak most nem úgy viselkedtem, de egyébként az hiszen vagyok. A laptopot nem vertetszél. Intelligens, értelmes, csak nem jó téged megcsalni, vagy felszarvazni, mert akkor viszont kemény tudsz lenni. Menjünk? Menjünk. Így szól a harmadik kérdés. Miért tett sokat az, aki Pro Urbe díjat kap? Miért tett sokat az, aki Pro Urbe díjat kap? Na, nem egy könnyű kérdés. Hát az valami városokkal van. Na, az így van. Na, ennyi. Akkor? Miért tett sokat? Hát a városért. Na, ennyi. Pontosan. Na, ennyi. Ez azért nem volt könnyű kérdés, de... Így van, ügyes vagy. Ügyes vagy, jól van. Na, Timi. Megvan az ajándékcsomag. Jó? Hát, szuper, nagyon szépen köszönöm. Elküldjük neked akkor, de csak ha nem töröd szét az órát. Jó? Jó? Baseball sapkád is van, órád is van, és egy nyakbaakasztód is, Klassz FM-es Morning Show-s. Nagyon szuper, köszönöm szépen. Küldjük neked. Na fel a fejjel, köszi, hogy játszottunk, ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Térre favágás ugyanitt rendelet. Igen. Timi nem lehet azért egyszerű. Amatőr, de lelkes. Igen. 2 perc, pontosan 9 óra, jövünk Ákos híre után. 9:11, szép reggelt. Kívánok mindenkinek, kedv van, rossz idő. Holnap még rosszabb lesz. Rövidülnek a nappalok. Ja, mondjuk ez igaz, sajnos. Szörnyű ének ezek, megyünk bele a térbe. Ez van. Le kell hoznom a padlásról az usánkámat. Igen. Nézd át a téli gumit, töltesz az aksira egy kis aksisavat, öntes rá, nézd meg, mindent csináljál. Igen, halmozzatok fel tartós élelmiszert, a hó mindent be fog lepni. Gyerekek, hosszú lesz a tél, hideg lesz, nagyon hideg, ugye? Megmondta a Spangszatoni Filis, tél lesz nagyon nagy, csak nem ezekkel a szavakkal, úgyhogy készüljön. Készüljön mindenki. Jön a tél.
borzasztó. Meséltem már, hogy mi jött ki tegnap az orromba? Nem már, ja? Kérlek. Ja, alakul a műtéted, jól figyeljetek, vagy? Figyeljetek, igen, most az van, hogy többféle különböző kenceficit kell alkalmaznom arra, hogy minél előbb meg azt érjen az ornyálka hártyám, és többek közt például felforralt sós szódabikarbonás vízzel is kell mosnom a nózimat naponta kétszer. Kívülről. Ne higgyel, amit az interneten olvasol azért. Kérdezz meg egy szakembert erről, ne higgyel. Nem, ezt az egyik haverom mondta, de aztán azért elfordult és nagyon nevetett. Nem. Olvastad ezt egy tévéjúság hátoldalán, amit a horoszkópróbat alatt, hogy hia, öblögesen ön is szódabikarbonás oldattal nem orba. Egy, nem, egy lejárt szabatosan kínai szerencsesütiben találtam egy cedvét, arra volt. Tehát minden ne higgyel, legalább járj utána, hogy van-e bármilyen tudományos alapja ennek a dolog, nem, hogy szódabikarbonát szívsz az orrodba. És jó, hát most a szódabikarbonával jó? Le tudjátok. Egyik ember másikunk ki, vagy hogy csinálod? Igen, és közben narancsokat is dobálok. Buzogányokat, igen, és mohítod, bakkaris üvegeket, igen. Jó, az, ezeknek egyébként én is bedőlök néha, hát a múltkor meséltem. De nem, ez működik. Működik? Hát. Igen? Én képet nem mutatok, de működik. De mi az odabikar, hogy fezseg az orrodba? Nem, állítólag ilyenkor mindenhova bejut, a legapróbb kis nyílásba, meg redőbe, meg mindenhova. És gyönyörűen, alapvetően kitisztítja, a só az pedig összehúzza az ereket. És ezért egy nagyon jó nyálkahártyának. Nagyon jó tesz. Tisztít is, meg feszes. És épp nyálkahártyának is jó, vagy csak a tiédnek? Szerintem az épnek is jó. Annak is? Mert azt mondta a doktornőm, hogy ő minden nap megcsinálja. Molnár Gietelka, még egyszer. Aranykeze van. Köszönöm, tudjuk. És fantasztikus. Doktorról van szó, és ő azt mondta, hogy akár hónapok múlva is még nyugodtan használhatom ezt a módszert, mert tökéletes ortisztításra. És akinek nem volt, annak is? Annak is. Igen, tehát hazamegyek, beízítom a szódabikaronát, föltolom. Az fontos, hogy ne forjon a víz. Hát igen, ez így látatlanban is forralt, azt mondom, hogy de igen. Nem forró. Tehát nem. Tehát forralt vízbe tegyek szódabikaronát, és szívjam föl. Csapott mokkáskanál. Mennyi víz? Csapott mokkáskanál. Szódabikaron és fél liter víz. Fél liter víz. Csapodan. És nagyon fontos, hogy a ügyesebbek a csapból is felszívhatják, azt szerintem kis azért mokusok. Nem annyira. Igen, de hogyha a tenyeredből szívod föl, az nagyon praktikus. Aha. Tenyeredből vizet. Tehát csak a szódabikarbonát szívom föl. Nehogy összekeverd máskorra. Egy 500 eurossal. Az úgy nem. Jó, Jani mondta, gyerekek, ez szódabikarbonát. Ha csak a haveroknak akarsz vilogni a Facebookon, akkor szerintem az egy menő tényleg egy 500 eurossal. De ez lemegy a tüdődbe. Nem megy le, mert érzed, amikor átbukik. Tehát, hogy meddig szívhatod. Na meg vízzel, hát ha vízzel nem por formájában, hanem vízzel, az már hogy nem olyan nagy baj szerintem. Hát de az a légút felé megy. Hát az igen. Igen, de érzed, mondom, amikor eléri a légutakat. És akkor a légutakat, pontosabban, hát amikor átbukna ugyan a nyelőcsövekbe, azt érzed, és akkor visszaengeded. És utána pedig gyengéden megfújod. Szerencsé, hogy nem volt orsővény műtétem. Hát, olyan csigákat csak a vízaknába találtam. Durva? Hát én a múltkor mit próbáltam, meséltem azt a vízpumpát, amit az orjukatba kell fel. Nem. Tessék? Az alsómosást, azt mondtad többször is, de igen. Ezt nem. Rábeszéltek erre, hogy dugjál fel az orrodba egy pumpát, tegyél bele sót, vizet, és lőd fel az orrodba. És azt mondod, hogy ez milyen jó a gyereknek. Uh-huh. De mi volt a tét? Mármint a fogadás. Semmi, mert a gyerekek sokszor van ilyen arcüreg gondja, vagy volt régebben, és akkor megvettem ezt a patikába. Ez egy pumpás szerkezet, ami arról szól, hogy tegyél bele egy ilyen kis sóoldatot, tegyél bele vizet, és a tengeri sóoldatot föllövöd az agyadig, és az átmossa az orrüreget. És ez milyen jól kiöblíti a gyereket, mondom, Benikém. Nem vagyok én apa, hanem én próbálom ki először. Ezt figyelj, fél mindenki. Bevonultunk a fürdőszobába, a gyerek már hangosan visítva röhögött, hogy rendben. Tegyél, mama! Majd én! Ha te kipróbálod, apa, csinálom én is. Beletettem a kis szódabikarbonát, egy jó 80 fokos vizet így beleízítottam, beleöntöttem ezt. Ezt a te ilyen kis kapszulákat kapsz, ilyen kis só oldattal. És én nem olvastam el rendesen, mert ugye ott az volt, hogy folyamatos enyhe nyomással kezdj el szépen fölpumpálni az orrüregbe a vizet. Beraktam ezt a kis pumpát az agyamba, odaadtam a gyereknek a pumpát. Nyomd meg, Benikém! Nyomd meg az apádnak! Aha. Nézd, milyen bátor! Gyerek röhögött kettő, hogy úgy, ahogy van, furra rányomott a pumpára, ami azt jelenti, hogy egy ilyen 3 deci vizet a pumpából, egy ilyen tengeri sós forróvizes oldatot fellövött a gyerek a nyúlt agyamig. Csak azt látta, hogy leesik a fejem. Rámosztóra. Onnan térdre esem. Ráborulok a fajancra. És 10 percen keresztül ordítok. Ő nagyon szó, könnye folyt, úgy szorakozott, hogy na ezt nem, és elment játszani. És Viki azt kiabálta, hogy nem hadd bár, habár! Ezt
nekem be nem rakott, mondta a gyerek, felment a szobájába játszani, én még egy negyed óra múlva is így rá a fajon. Hát ordítva folyt a könnyem, és nem látod, hogy gyengén ez a gyerek. Hagyjátok vissza a látásomat! Nem látok, nem látok! Folyt a könnyem, hát nyilván egyébként tényleg jól átmosod, az a konkrét fizikai fájdalom, amikor vérezni kezd a füled, 10 perce megsüketülsz, fél óra múlva jöttek először a színek és sziluettekben, láttam a Wikit, hogy valamit ügykedik a konyhában, tehát nagyjából így sikerült megoldani ezt a pumpás, ortisztító, nem tudom milyen dolgot. És ez kivit mindent, ugye? Tudod, fantasztikus, fantasztikus, a gyerek negyed óra múlva a szobából megkérdezte, hogy jól vagy, apuci, mondom, ne aggódj, nem. Most te jössz, az azóta jó, nem találjuk a gyereket, úgy elbújt és úgy megijed. Az a jó, amikor egy gyerek látja, hogy oké, finito, ebbe a sztoriba ennyi volt, utána pedig mint aki jól végezte a dolgát, felmenetel a szobájába a plüssteknős békához. Abszolút. De még egy nagyot röhögött, látta, hogy ráborulok a fajancra, okay, nagyon jól szorpozott, majd hagyott. Még sincs este. Még egy csomó dolog belefér a napba. Hát most mondják, hogy ilyen jó arc az apát, tehát nem jól szórakozott, mert vonatozott legót épített, a 3D-ben megépített valamit, én még mindig jöttem ki a budiról, folyt a könnyem, sós víz folyt az orromból egy kis, meg a vér a fülemből, de kipróbáltam. Nem mondtad neki, hogy Jenny, ez jó. Hidd el. Nem tudtam meggyőzni, nem jött szóba többet ez a pumpa. Próbáltam volna vele közelíteni felé, hogy gyere, Benni, most te jössz, átmossuk az orrocskádat. Jó, itt nagy mulatság lesz, tehát ez effektíve reménytelen volt. Úgyhogy elhozom, ha akarjátok. De legalább tudod, hogy mivel tudod feldobni majd, hogy egy kicsit leül a hangulat a következő szülinapi zsúron. Egy karácsonykor, nem? Igen, egy karácsonykor a nagy tyúklós levesét belövöm az orromba. Mindenki kedvéért. Nézzétek meg, apátok, milyen pumpát vásárolt. Próbáljuk ki újra. Nem, állt egyébként jó, csak hát ugye értelmesebbeknek nyilván el kell olvasni azért a használati utasítást, nem árt. Óvatosan nyomja meg a pumpát, fokozatosan, előre hajtott fejjel, nagy ót formával a szájából, hogy a nyomást kiegyenlítsd, fokozatosan nyomja be a pumpát, és pumpálja föl a vizet. Nem egyszerre, nem csukott szájjal, nem fél liter vizet. Minden más egyébként rendben volt, ahogy csinálta. Te egy alternatív módszert választottál. Igen. Te a hard vonal voltál. Esünk rajta túl gyorsan. Azért Viki is egy ideges típus, hogy ő közben nyugodtan a konyhában. Minden nap előjövök valamivel, már be se jött. Tehát na, jól vagy, jó van, csinált semmi. Őt azt sajnálta, hogy sajnos a gyereknek bugrott az arcöblítése, de nem nagyon. Nem nagyon izgultatul. Tudta, hogy minden nap bedobok valamit, hogy a családnak jó kedve legyen. M7-es 98-as kilométer Lepsényi kihajtónál mérik a Pest felé haladókat. Karaj küldte nekünk. 15. kerület Késmárkút elején drága esős képeket készít a szerv. 50-nel menje mindenki. Vili. Köszi. Aztán baleset a Vecsést elkerülő 4-es főúton. Gyömrő és az Ülői kereszteződésben. Doksza írta nekünk. Valamint a Veres Péter úton az Őrs után a városból kifelé vezető oldalon trafiznak. Vagy csak trafizni fognak, ha be tudják állítani a szerkezetet. Legalábbis nagyon komótosan nézegették a kütyüt a rendéber őrei. Ha, keleten 31 fok, talán egész nap összesen, nyilván ezt már olvastam, esik 14 fok van. Ne aggódjatok, hétvégére jön a jó idő. Ma és holnap lesz ez a hideg front. Láttátok a szépség királynő választást pénteken vagy szombaton? Én nem voltam itt. Melyiket? Most, én már össze vagyok zavarodva. Mert hogy Vajna Timinek is volt egy, meg a Sarka Katáék is menedzseltek egyet. Nem tudom, hogy most melyik volt. Minden esetre egy érdekes fotó készült az after partiról, és azt kellene megfejtenünk, hogy mi történt. Na. Mert hogy ezen a fotón látjuk, ahogy Andy Vajna ül a VIP-ben, és éppen szivarozik, amiben egyébként semmi különleges nincsen, Andy szeret szivarozni. Ott a helye a VIP-ben, akkor ez hol üljön. Nem, azt ne akarjuk megfejteni, ez most kinek volt a szépségben sem. Na, mert csak azt akarom kérdezni, hogy ez most kinek az önmegvalósítása, Vajnáné vagy Hajduné? Nem tudom, hogy itt most nagy ágyuk feszültek egymásnak, hogy ez most kié volt a hétvégén, nem tudom. Vagy jobban vannak? Na, jobb én vannak egymással. Tudom. Igen, nem volt valami nagy harc, hogy most ki a jobb, vagy a menőbb, vagy a szebb lány, hát, hol vannak. Vagy Andy volt már annyira összezavarodva, hogy azt se tudta, hogy beült a Andy is ott volt ezen az after party. Rátelefonált a Timi, hogy ne, az nem az enyém. Ne arra menjen, nem, most sárga. Ha hazajössz, egy hét múlva lesz az enyém, arra kell elmenni. Na, de jobban vannak, elmentek egymás már esni. Volt. Igen, ha miénk már volt, gyere haza enni. Egy hete volt ülve egy taxiba, azonnal gyere haza, mert rosszban volt. Voltál, kettőt lapoztál abban a rohadt nap. Álltok, ez most a Hajdújéki volt, jobban vannak egymással. Igen. És ott volt Andy. Nem is ez a lényeg, hogy ott volt Andy, hanem felbukkant az az ember, aki mindig ott van, ahol Hajdú. Igen? Sarka Kata. Dehogy is. Nem. Minden pillanatban ott van, a Hajdú család életébe is benne van, a Hajdú család örökös tagságát is magánviseli, élvezi, hordja, ott volt ezen a szépségversenyen. Hedövé. Azt a mindenit. Az S-sztár fellépő. Hajdú Hedövé. Hajdú. Sarka Hedövé, Hajdú. Így van, ott volt Hedövé is. Hedövé
Ja nem, ő doktor Alban. Azt mondani, hogy Hedvéi az Alban fogorvos. De nem lett, hogy a doktor Alban. Hedvéi odahajolt Andy Vajnához. Oh. És megnézte, hogy éle még. Nem ezt tudja, bocsánat. Nem így volt. Benne volt a zsűribe Hedvéi? Biztos, hogy benne kellett lenni Hedvéinek, nem? Persze. Abszolút biztos, hogy ott volt. Nem láttam, hogy most volt merítve. Igen, csak nem tudták bevilágítani. És ezért mindig kicsit bukott. És valamit odasugott Andy Vajnának. Igen. És Andy Vajna mosolygott. Hogy mi volt az az egy mondat, amivel Hedvéi megnevettette Andy Vajnát. Jó a fotó egyébként, ott ülnek a Timi, Andy Vajna és Hedvéi odahajol. Hátulról közelítve Andy Vajnához. És valamit a fülébe sugott, és Andy ezen jól szórakozott. Hogy mit sughatott ott Hedvéi? Mit tudhat Hedvéi, mert megnevettette a Vajna családot? Aha. Mert az, hogy ott van, az abszolút egyértelmű, hogy ott van. Mindenhol ott van, ahol a Péterék ott vannak. Ugye állandó frisbee szereplő is volt, sokszor vendégeskedett a frisbee-ben. Mit mondhatod neki, amin jó ízűet vetett mondjuk az Andy, várjál, akkor szerintem figyelj. Nem tudom. Mondjuk azt, hogy 5000 eurót buktam backjacken nálam. Ennek szerintem örülsz. Csináljatok valamit, a krupié nem volt helyzet magaslatán, nem jól lapokat osztod, 5000-et buktam Andy pedig egy finom mosolya. Ez jó. Andy pedig szívott egyet a szívarám, és egy finom mosolya konstatálta, hogy aznap. Akkor ez már zsebben van. Aznap Hedvéi már bukott 5000-et a blackjack-em. Szép lány nyert egyébként, gyerekek? Nem láttam, segítsetek. Helyes. Helyes? Igen? Helyes. Na most megdöbbentő, hogy sokszor nincsenek szép lányok az ilyen típusú szépségversenyeken, de ha itt most volt egy-kettő, akkor az üdítő kivétel. Most Barna megint Barna nyert. Igen? Barna? Aha, uh-huh. Barna hajú. Ja, azt hittem, mi a jó? Nem, azt hiszem, hogy ez már egy Barna nevezetű fiú, mert megint Barna nyert. Milyen világot élünk? Oké, értem, hogy mindent lehet. Mi is liberális gondolkodás, amikor bizonyos tekintetben, de hát azért. Igen, ez egy barna hajú lány. Így. És szép lány? Igen. És akkor most ők ketten döntőznek? Vagy a két most heti szépségverseny döntője egy magándöntőben még valahol a TV2-n összecsap, este a propaganda után fél kettőkor, és akkor közülük megy valaki a világversenyre? Vagy hogy van? Most van két szép... Nem, ez két világverseny, külön világversenyre. Külön. Ez nemzetközi volt? Külön szervezet. Ja, külön szervezet, külön világverseny. Külön szervezet. Tehát a Miss Universe, Miss World, tehát van egy csomó, persze. De ez már létező szervezet volt egyébként a... Nem, csak kérdezem, nem, hogy nem Hedvéi alapított egyet magának. Andy alapított egy szervezetet, hogy, vagy ilyesmit. Tehát nem. A és két akkor, különálló szervezet. Akkor itt Hedvéi, ott Christopher Lambert? Igen. Tehát pontosan így van. Hát külföldi sztár vendégkel mindenhova. Csak az a fura egyébként, hogy ha megfigyeled, hogy mind a két emberrel van közös képes arka Katának. Hát persze. Christopher Lambert és Hedvéi, meg hát aztán konkrét albumok. Jó, hát Hedvéi abszolút. Hedvéi abszolút. Családtag. De lehet, hogy Hedvéi szerepet kért valamiben? Vagy azt mondta, hogy forgatják majd, mint a Terminátor 5-6-ot, nem tudom, voltad, akkor oda menjen játszani. Lehet, hogy valami ajánlatot tett Andynek, nem? Vagy kért valamit, amit Andy egy ilyen kis finom mosollyal. Ajánlatot tett? Nem úgy ajánlatot tett. És azt mondta, hogy ajánlom magamat, hogy játszanék a... Ne haragudj, Hedi, de az én koromban. Hedi? Hedő. Igen. Na mindegy, szóval, és akkor most melyik lány szebb? Ez egy subjektív dolog. Jobban bejön. Mondjuk azt tudja mindenki, tehát hogy nála szebb nem lehet senki a versenyt, arra kényesen ügyelnek mindig. Nem, olyan jó lenne már egyszer egy magyar, annyi szép magyar lány van, mondjuk ezenben a műsorokban én sokszor nem látom azt a rengeteg szép magyar lányt, aki egyébként az utcákon veled szembe jön. Vagy nem indulnak, vagy félnek, vagy egy igazán szép lány sokszor egy ilyen nem indul el, nem tudom, de hogy néha azért így... De miért? Most nagyon összes is magyar volt, nem fehér orosz. Nem úgy mondom, de ahogy szép a lány, mert sokszor nyer olyan helyes. Szerintem, akik nem igazán hát szépek, a helyes, és az kevés egy szép. Semmilyenek sokszor, és hogy valójában nem látsz igazán szép lányokat az ilyen magyar versenyeken, ha most szép nyert, az tök jó, ha egy valódi szépség nyert, az jó lenne. Sarkáikán szerintem pont az a három lány került be. Igen? Ugye az első helyre, akik erősebbek voltak. A Tájék mezőnye? Én mind a kettőt csakkoltam, mind a két mezőnyt megnéztem. Ott ültél, jó volt. Igen, és nekem jobban tetszettek azok, de mondom, ez szubjektív ízlés. Hát igen, erről nehéz beszélünk. Milyen eredményünk van nemzetközi versenyen? 9. talán, ha jól emlékszem.
Tehát a világversenyen, ahova magyar lány kijutott, talán személyen 8-9. Helyet sikerült eddig megszerezni. De jó kérdés. Mondjuk három között te vezettél már szépségversenyt, nem? Egyszer, igen. Na, tessék. De jó volt. Azért, akkor neked voltak tapasztalat. De jó volt. Kulcsár Edina tavaly, vagy tavaly előtt ő valami egészen jó helyen végzett. Igen, még ennél is. Második lett. Igen, igen, jó, van, jó helyen végzett. Aha. Igen. Igen, igen, igen. És hát a második vagy, akkor te jövőre nem indulhatsz? Biztos nem indulhatsz. Nem lehet, persze. Akkor mi vagy te, udvarhölgy olyankor? Igen. Uh-huh. Akkor udvarhölgy? Udvarhölgy vagy második udvarhölgy. Aha. Na mindegy. Na csak ennél ezen a fotón mosolyogtam, hogy... Hogy vajon mit de ez mondtok, aranyos, vajon nincs ellenségeskedés. Látod, barátkozol, elmész a másiknak a rendezvényére. Nem lehet tudni, egyébként tényleg kíváncsi lennék, hogyha rájuk telefonálnak és megkérdezik, szerintem abban nem lenne semmi. De lehet, hogy csak valami nagyon egyszerű dologról volt, szóval, hogy fater a kalapomon ülsz. Nem lehet, hogy csak egy ilyen és amikor Endi felnézett rá, akkor esett lehet, hogy úristen. Ó, ez nagyon mellé meg. Mikulás nekem is az ajándék. Szkúzi, Mr. Endi. Nem úgy gondoltam, és nem abban a formában, igen. Na, ha valakinek van ötlete, hogy mit sukatott Hedőé Endi Vajnának, küldjetek el nekünk. Jó, hogy egy humoros formában természetesen humorizálunk. Mi is, hogy mi volt az az egy mondat, amin Endi jól szórakozott, mert látszik egyébként, hogy tényleg őszintén jó ízűen kacag. Tehát cimpi a kép, mind a ketten nagyon röhögnek, és látszik, hogy Hedővé hajol oda Andyhez, hogy ott valami jó ízű beszólás lehetett, és Andy is tényleg tök helyesen aranyosan ott kacarászik ezen, amit Hedővé mondhatott. És küldjetek el, jó? Vagy mi lehetett? Mi lehetett? Ez minta vagy? Ez minta itt rajtad, vagy finom főz? Nekünk pedig van egy kérdésünk méghozzá a hétvégi Ferrari kupával kapcsolatban. Jön a Ferrari márka kupa hétvégén, ugye? Úgy már lehet, hogy már úton vannak. Már úton vannak, még nincsenek itt, azért nincsenek itt, mert úton vannak, ahogy Feri is mondja. Viszont hétvégén Ferrari márka kupa van, vagyis Ferrari klepik el a Hungaroringet, értelemszerűen, ugye? Hiszen Ferrari márka kupa lesz. Ilyen furcsa dolgok történnek. Hogy... És nem egy Ferrari lesz a pályán, hanem tudod mennyi? Sok. Igen. De vágjuk ezt a rendezvényt. És családi jegyet nyerhet az, aki helyesen válaszol a most következő kérdésre. Sőt, mi több pénteken a Ferrari VIP vendége lehet majd azon hallgatónk, aki a pénteki játékban vesz részt. És hát a Ferrari VIP vendégének lenni jó. Hát az sose volt még olyan jó sem. Nagyon-nagyon jó. Evi. Jelentsen ez bármit is. Evés, ivás. A Ferrari a tenyereteken hordoz majd benneteket. Lehet menni vezetésre. Ott lehettek a Ferrari VIP-boxában. Rengeteg ajándék. És egész napos fantasztikus rendezvény. Ez lesz majd pénteken. De erre a rendezvényre lehet nyerni egyébként családi jegyet. A családi jegy azt jelenti, hogy ugye több jegyet adunk. 4 játékonként minden nap. Nyilván nem kell egy családnak lenni értelemszerűen. Mehetnek baráti társaságok, ismerősök, mindenki, aki rajong a Ferrarikért, ott lehet a hétvégi futamon. Így van. A VIP-esek pedig ugye sztárokkal is találkozhatnak, vagy olyanokkal, akik találkoztak már sztárokkal. Így van. Úgyhogy mindjárt mondjuk a kérdést. Jó, tessék figyelni, ha valaki ott lenne hétvégén ezen a rendezvényen, az figyeljen, mert mindjárt jön a kérdés. Előtte egy pici szünet, aztán jövünk vissza mindjárt. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 múlt, pontosan 3 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye volt egy kérdésünk, ami rá nagyon szellemes válaszok jönnek, ugye szeretjük azért, hogy mindenki veszi a lapot és érti a humort. Ugye hétvégén rendeztek egy szépségversenyt, és láttunk egy nagyon helyes fotót, ahol Hedővé, az örökös Vajdú családtag, ugye odahajol Andy Vajnához, és sug valamit a fülébe, és Andy egyébként ezen kiválóan szórakozik, jó hangulatú a fotó, mosolyog, és nyilván tetszik neki az, amit Hedővé a fülébe sugott. Mi pedig hangosan elkezdtünk azon gondolkodni, hogy vajon mit mondott Hedővé, vagy itt sugott a fülébe Andy Vajnának. Amin Andy ennyire jól szórakozott. És hát jönnek megfejtések. Jönnek jó megfejtések. Azt mondja, hogy hát igen. Szóval, hogy na. Szerintem hagyjuk. Igen, ez nem. Ez sem. Ezt sem. Ezt Hedővé azt kérdezte Andytől, vasárnap 10 zárva vagytok. Ez Kazi küldte nekünk. Aztán Hedővé csak ennyit mondott. Igazad van, Andy, tényleg bármit megtesznek a győzelemért. Igen, Andy. Hedővé mondta. Andy, beugorhatok Samuel L. Jackson helyett az új Die Hardba.
Ezt Tamás küldte nekünk. Igen, valószínűleg azt súgta Andy fülébe, baby don't hurt me. Tamás Boti küldte nekünk. Igen. Jönnek teljesen betegek. Andy, én vagyok az apád. Igen. Aztán mondta neki, hallom, hogy már neten is lehet nálad fogadni. Igaz ez? Kérdezi valaki SMS-ben, hogy ezt súgta a fülébe. Igen. Á, nagyon-nagyon szellemesek jönnek. Igen, köszönjük szépen. Ilyenekre gondoltunk egyébként. Van egy csomó, ami nyilván beolvashatatlan, de nagyon. Nagyon jó. Gyorsan, amíg jön egy-kettő, beolvasjuk, mondjuk el a kérdés, jó? A Ferrari kupával kapcsolatban, hogy mivel lehet jegyet nyerni a hétvégi futamra? Hány éves korig ingyenes a rendezvény? 0676450000-as SMS számokra küldjétek el, tehát a hány éves korig ingyenes a rendezvény kérdésre a választ, a 0670-645-00-as SMS számra várjuk a választ a kérdésre. De mi a kérdés? Hány éves korig ingyenes a rendezvény? Ezt hova küldjék el? 0670-645-00-00. Mit? Ja. Hány éves korig ingyenes a rendezvény? Hedővéhassuk tendinek, én nem vagyok meneke. Ilyen jó szivarakkozik. Én nem vagyok meneke. Én nem vagyok meneke. Átja Isten, azt mondta Andynek, egyéb atyút. Igen. Szerintem Hedővéhassuk azt mondta Andynek, szia Andy, no, mi vagyok. Nagyon szeretem ilyen konyák. Jó. Igen, főleg az élő flóvása. Jó, folyik a könnyen. Úristen. Na jó van. Oké. Várjuk az SMS-eket, jó? Hedővé asukat lennének két dologtól fosok. A medvétől és a kannásból. Atya Isten. Jó, na álljunk meg. Jó, várjuk a jó megfejtéseket, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, illetve nem pontosan. Tudjuk mutatni? Tudjuk mutatni. Jó. Korra reggel arról beszélgettünk, hogy a magyar CIA egyetemistákat toboroz. És a Neptun üzeneteken keresztül toboroznak maguknak egyébként mesterszakos egyetemista munkatársakat. Mindezt egyébként a Debreceni Egyetemben teszik. És próbáltuk megfejteni, hogy lehet valaki CIA-s, mi kell ahhoz, és mi akartunk lenni gyerekkorunkban. Illetve hallgatóink is küldtek SMS-eket, hogy mi volt az a nagy pillanat, amikor bevallották a szüleiknek, hogy ők mik akarnak lenni, és mit mondtak erre a szülők, amikor meghallották a gyermekkori vágy álmokat. Erről beszélgettünk, valamint egy válásról, vagy a válásokról, mert hogy egy pasi szó szerint vette a vagyonmegosztást, és 12 év házasság után fogott egy flexet, és az autót, a laptopot, a mobilt, az ágyat, a plüsmacit is megfelezte, majd feltette olcsón ezeket az eBay-re eladni. És arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk arról, hogy ha már szegények túl vannak a válláson, akkor ott mind ment a veszekedés, és mi volt az a pitiáner dolog, amit elvitt a férj vagy a feleség. Hát kaptunk megdöbbentő eseményeket. Szörnyű rémtörténeteket. Így van. Úgyhogy ezeket most megmutatjuk újra. 3:40 múlt pontosan. Egy perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Jönnek jó a játék megfejtések? Igen, igen. Nagyon sok. És nagyon precízek, pontosak, mert tollig távot mondanak. Távot? Tollig kort mondanak, írnak. Pedig mi csak azt kértük, hogy hány éves korig. Hogy hány éves korig ingyenes. Így van. Így van. Mondjuk az aját ki lehet találni. Ugye? Ebbe igazad van. Egyébként nagyon korrektek, hogy ilyen sokáig ingyenes. Nem? Bizony. Tehát, ez nem. Egy 6 évesig szoktak általában ilyen rendezvényeken, hogy 6 éves korig ingyenes, de itt nem addig. Igen, ez egy szép, szép gesztus. Na, hívjuk is akkor a nyertest. Gyere, Anna. Jó. Nagyon sokan akartok ott lenni ezen a kis Ferrari rendezvényen. Megértjük, ez egy nagy, nagy buli lesz a Hungaroringen. Aki szereti a szép autókat, gyors autókat, annak ez nagy öröm. Anna, aha, minden oké. Okay. Na jó, van. Persze, megy ez. Ne kapkodj, Anna, nem sietünk sehol. Na. Most tartunk ott, hogy 15-tel kevesebbet kell leadnod majd hónap végén. De már 20, mert most lerontottad. Most lesz 20 mindjárt a hónap végén. Minusz 20. Ne, a hallgatók is nem kell. Jó, köszönöm. Úgy kell, hogy nulla. Oké, okay, hogy miattunk nem kapkodsz, de hát a jó. Hallgatók ugye. Most ugrott az évvégi bónuszon. Mi volt? Igen, erre az a szép kérdés, mi volt? Nem, de most legalább van ok rá, hogy miért ne legyen. Na, hát lett volna. Jó, tényleg most, egy foglalt számot hívsz föl, Anna. Fura. Komolyan. Dolog történt. Na, de menni fog-e, ez nem érdekes.
Kis türelmet kérünk hallgatóinktól. Újabb másfél óra. Ha persze, benni fog ez, nem most. Nem olyan nagy gond. Így van. Otthon nálatok még ez a tárcsázós van? Nem, lármafa. Aha, most jól vagyok. Jó, abszolút. Semmi gond, nyugodj meg. A pénz ma úgyis elment. Hello. Hello, Jani. Feri Balázs Morning Show. Szia! Sziasztok, Éva vagyok. Hello, Éva. Küldtél nekünk egy megfejtést, mert hogy a kérdés úgy szólt. Hogy hány éves korig ingyenes a rendezvény? 0-13 éves. Pontosan így van. És azért mondtuk, hogy milyen jó fej dolog az, hogy 13 éves korig gyakorlatilag nem kell belépőért fizetni. Így van. Na, kivel mész? Párommal és a fiammal. Nagy Ferrari rajongók? Igen, így van. Szeretik a gyors autókat, a Ferrarikat? Nagyon-nagyon, igen. Jól van. Már sikerült akkor neki, és magadnak megnyerni ezt a kis egyet-két, úgyhogy Anna adáson kívül elmondja majd, hogy hogy tudod átvenni. Jó? Köszönöm, nagyon örülök. Törülünk. Puszi, csáó, köszönjük, hogy minket hallgatsz. Hello. Ez most négy személyes? Ezek családi jegyek, így van. Nem csak a pénteki négy személyes. Nem, a családi jegy van minden nap, és pénteken van a VIP család, exclusive. Ami még jó, mint a heti nyeremény. Pénteken van a nagyon exkluzív. Uh-huh. Na, hívhatjuk a naphallgatóját is. Na, csörögjük. Igen, hajrá, fuss neki, persze. Jó lesz az. Még egy esélyt. Igen. Jó. Ne ugyanazt a szám. Ügyes. Jó, várd meg a hangot, hogy már vonal legyen. Igen. Jó, az egyel kevesebb. Ennyi. Na. Jó, van, megy ez. Bumerang. Ja, morning show. Mennyire szerettük mindig. Jézus Istenem, ez még a mikroszkóp színpadra se jutná. Ez a sas azért is nagyjából ott jó, de szerettük egyébként. Persze, jó volt. Bumerang, jelen, morning show. Reális, hogy valaki hirtelen nem tud. És ha most nem lenne humorérzékünk, azt mondanánk, hogy sajnos. Sajnos. Nem másodszor mondta, csak igen. Hello, hát nagyon szellemes volt, amit írtál, hogy hívnak? Józsi. Hello Józsi, nagyon szeretjük, amit írtál. Ugye az volt a kérdésünk, hogy azon az ominózus szépségversenyen Hedővé mit sokatott Endi Vajnának, mert hogy látszik Endin, hogy kiválóan szórakozik, felnevet, és ezt egy újságíró vagy egy fotóspont lefotózta, és nagyon jót írtál, azt írtad, Hedővé azt kérdezte Enditől, vasárnap 10 zárva vagytok? Hát ezt nagyon szeretjük. Sok jó megfejtés jött, sok szellemes SMS kaptunk, de ezt is nagyon szeretjük, úgyhogy te vagy a naphallgatója. Szeretjük nagyon a dupla fenekű poénokat. Igen. Küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Köszönöm. Hol hallgatsz minket? Nyíregyházán. Nagyon klassz, Nyíregyházán. Köszi, hogy minket hallgatsz, küldjük neked. Oké. Okay. Ciao, hello. Szia, szép napot. Hello. Na, igyekezzetek a hívással a WC-re, kell mennem. Ő kicsit biztosra vette, hogy ő lesz a naphallgatója. Csabik még szabadságon van. Nem, mi az, hogy most kezd el? Két hét. Nincs is annyi szabadság, de senkinek. Van, neki van. Senkinek a világon. Szerintem ő azt mondta, hogy van még két gyereke. Tudod, mert az plusz egy nap, azt hiszem, hogy plusz kettő. A gyerekenként valamennyit kapsz pluszban, igen. Hát, hogy vagyunk? Ugye a két gyerekesek és az egy gyerekes. Mi azért is megyünk majd többet, mint a János, így van. Tehát átnézzük az ide vonatkozó jogszabályokat, és kihasználjuk a lehetőséget, igen. Ne menjen a Csabi is egyébként nyugodtan mehet szabadságra. Jól van, drága hallgatók, szépen lassan elköszönünk, jó? Gábor nem ül be már hozzánk, vagy nem jön? Nem fél. Már mitől? Tőlünk? Fél tőlünk szerintem. Igen? Igen. De nem. Mondta. Hát nem, de látszik rajta. Hogy? Észrevettétek egyébként, hogy a Gábor úgy néz ki, mint a fiatal Görgei Artúr? Nem. Ezt igen, mondom neked őszintén, hogy azt sem tudom, hogy a fiatal Görgei Artúr, hogy nézett ki. Nekem mindig egy honvédtiszt jut róla az eszem, ahogy ránézek. A Garamiról honvédtiszt. Igen, mindig, igen. Beoltott Cassanova. Igen. Érdekes a Garami, hogy egy ilyen egyedül tolja még mindig egyébként. Nagyon. Azért ez egy érdekes. Nem ritka. 40-50 évesen már azért a pasik, ha más nem, rémületből gyorsan találnak egy nőt és csinálnak egy gyereket. És ja, a magánéletben, azt hittem, hogy a műsort. Nem. Ezért kedvelem a Gábort, hogy ezt nagyon felvállalja. Neki ez így tök jó és jól el van, és nem is igazán gondolkodik azon, hogy azért, mert ez egy társadalmi elvárás, vagy azért, mert ez a megszokás, vagy mert mindenkinek van, és akkor illeszkedni kell a nagy többséghez. Ugye azt mondja, nem. Egyedül, de nem magányosan. Egyedül, de nem magányosan. Hát lassan 50, és hogy azt mondja, hogy nem. Én láttam már, mutatott nekem egyszer egy ilyen fotogalériát, és én megértem.
Megmondom őszintén, megértem maximálisan. A feléért is megértettem volna, már beláttam az egész. Szép dolog az a gyerek nap, vatt a cukorával. Persze, nagyon cuki. Zócse meg el futóbicikli. Nagyon helyes, ahogy azt feladnak, körbe, ringlispin, meg a csúszda. De hát azért vannak még szép dolgok. Igen. Na gyorsan, még egy-két SMS a végére, mert hogy ha már elküldték hallgatóink, akkor foglalkozunk vele természetesen. Galaxis Gabi küldte nekünk, ami nagyon-nagyon fontos, hogy trafiznak a 4-es úton, az 54-es kilométernél méghozzá Budapest felé haladókat mérik, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon magára. A Pest felé haladókat szintén mérik az M7-esen, a 98-as kilométernél, a Lepsényi kihajtónál, és Bakony Bank és Lazi között tyúkokat szállító kamionból több helyen estek ki a ládák, és mindenfelé tyúkok futkosnak, ne üssétek el őket. Ezt Joke küldte nekünk. Valamint a 16. kerületben a Késmárk utcánál ott is vigyázzatok, mert hogy most élesítik a három lábút, és Saci írja nekünk, hogy legyen mindenki résen, és figyeljen. És a közlekedőknek is jót tesz ez az időjárás változás. Tehát a front, igen? Nap, hát nem. Ja, hogy a front érzékeny vagy, akkor megbolondulsz kicsit. Mindenki meg van őrülve. Igen. Jól van, holnap érkezünk 6 órakor, jó? Garami Gábor jön a kívánságműsorral. Ha valaki szeretne tőle dalt kérni, tegye meg 555-55-00. Hívjátok és kérjetek tőle dalt, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Szevasztok! Ciao, ciao.